Szeretettel köszöntök mindenkit itt az Alfa Hullám adásában, és a vendégünk nem más, mint Baranyi Tibor Imre, aki teológus, a Quintessencia kiadó alapítója, író, fordító, és nem kisebb feladatot tűztünk ma ki, hogy egy háromrészes külön-külön beszélgetésbe, egy ilyen mély beszélgetésbe Közelebb hozzuk az emberekhez a három világvallást, a kereszténységet, a buddhizmust, ha azt lehet világvallásnak nevezni, illetve az iszlámot. És most nem mással fogunk kezdeni, mint a kereszténységgel. És először, ahogy beszéltük is, mielőtt, mielőtt összehoztuk ezt az egész beszélgetést, hogy magát egy kicsikét a a kereszténység keletkezését, azt a kultúrkölt, amiben ez megszületett és lángra kapott, ezt egy kicsikét vegyük gorcső alá. Az lenne az első kérdésem, hogy miért volt szükség 2000 évvel ezelőtt Jézusnak a tanításaira? Miért, miért tudott ez ilyen szinten megerősödni abban a zsidó-palesztin környezetben? ha nem historizáló alapon akarjuk ezt az egész kérdést megragadni, aminek szintén van valamilyen részleges létjogosultsága, hanem mm. próbáljuk a lényegét megérteni annak, amit mondjuk egy tradíció, egy új tradíció, vagy vallás megjelenése jelent, akkor itt abból kell kiindulnunk, hogy minden vallás alapító, ahogy tetszik, proféta, a proféta azt jelenti, hogy szószóló, Isten szószólója, hogy ez egy görög szó, az akkor lép fel, amikor az emberek általános mentalitása, tudatállapota, létmódja és egyebek olyan szinten tér el a normalitástól, hogy valami fajta kiigazításra van szükség. A korábban meglévő hagyománynak, tudásnak, vagy, jelenlévő vallásnak egy olyan fokú nem értése, elhalványodása, a célra nem vezető állapota kell, hogy beálljon, amihez egy ilyen korrekcióra, vagy pontosabb szó, szóval, readaptációra, tehát egy újra hozzá, a mentalitáshoz, a megváltozott tér és időbeli feltételekhez való hozzáigazításra van szükség. Ez teljesen általános, azt lehet mondani, hogy többször megtörtént a jelenlegi emberi világciklusban, vagy ahogy szokták mondani, a történelem folyamán. Az, hogy konkrétan a kereszténység esetében ez hogyan és miként jelent meg, ugye annak számos történelmi vonatkozása van tehát maga Jézus fellépése az a környezetben, tehát mind, mind történelmi, mind mentális, vagy ha úgy tetszik szellemi vonatkozásban, egy olyan eltévejedés, vagy a normalitástól való olyan fokú elfordulás megy végbe, ami szükségessé teszi, hogy mint egy képzeletben egy vertikum mentén az égből leszálljon egy olyan kiigazító tanítás, amit követve, az eredeti és normális állapot úgymond helyreállítható. Ez a lényege minden uh -huh. megnyilatkozásnak. Azt gondolom, hogy ez teljesen általános, hogy aztán azon belül mi a specifikus, adott esetben a kereszténység esetében mi a specifikus, azt érdemes külön vizsgálni. Uh -huh. De szóval az alap az az, hogy egy olyan kiigazításra, a régi és eredeti tudásnak egy olyan új öntésére van szükség, ami azt mondja, hogy egy readaptáció, tehát újra megjelenés, újra hozzáigazítás ahhoz a meglévő adottsághoz, adottságkörhöz, hogy ezt minél többen képesek legyenek érteni, és ezáltal mondjuk így, hogy a vallás eredeti célját, az eredeti állapothoz való visszavezetést és visszakötést, ugye relégia azt jelenti religáre vagy relegere etimológia, visszaköt, visszavezet. Hova köt vissza, hova vezet vissza, az eredeti és normális állapothoz, ami ugye a kereszténység esetében, azon belül az ószövetségi tanításban az édenkerti vagy paradicsomi állapotnak felel meg. És amit bár általában úgy szoktak elnevezni, hogy a megváltás, de a megváltás tulajdonképpen analogikusan ugyanoda vezet vissza, mint ami a kezdet volt, vagyis az édenkerti állapotban. És a, a kereszténység a Ugye a Jézus tanításai lényegében a római birodalom részeként uh, indultak meg, és uh, egy ilyen, egy, egy palesztín uh, zsidó környezetben, és nagyon-nagyon uh, rövid ideig tartottak. Tehát ahogy a, az iratokat olvassa az ember, akkor Jézus 26 évesen kezdte el a tanításait, és 33 évesen már meghalt. És maga a, a kereszténységnek azért kellett egy 400 év, hogy így a görög-római kultúrán keresztül ténylegesen elkezdjen terjedni. Mi annak az oka, hogy ezek a tanítások, ezek elkezdtek egyáltalán terjedni? Miért volt ez, tehát, hogy miért volt ez fontos Európának, meg maga a római birodalomnak, hogy ezek a, a tanítások, ezek artikulálva legyenek. Hát most egyszerűen akarnék válaszolni, azt mondanám, az igazság utat tör magának uh -huh. utóbb. Ez, szóval, ez is egy eléggé historikus megközelítés, tehát annak a konkrét okait vizsgálni az olyan végtelen komplex lenne, hogy amikor fellép egy vallásalapító, Sőt, egy isteni megnyilatkozás jelenik meg az emberi világban, hogy annak mik az esetleges körülményei, hogy hol és mikor talál követőkre magának, az azt gondolom, hogy inkább szellemtörténeti kérdés. A lényeg inkább itt az, hogy az a közeg, ugye hát a Judea, az valójában a Római Birodalom egy alávetett tartománya volt. Ebben jelenik meg, ugye Jézus, amennyiben ez történelmileg nézzük. De hát metafizikailag itt azért egészen más síkok is belépnek a történetbe. Nevezetesen, hogy a, itt a, az alászállás és a megtestesülés, megtestesülés, az inkarnáció misztériumáról beszélünk, ami egyik megközelítésben 2000 évvel ezelőtt, ahogy mondod, ott megtörténik, de hát ennek a lényegi, lényegi interpretációja, a lényegi megragadása, az az, hogy ez a születés, ez itt és most történik bennem. Uh -huh. Tehát a tradíciós mítosz az mindig azért érvényes, időtől és tértől függetlenül, mert nem egy történelmi esemény, amíg valamikor befejeződött és kész, és most akkor az vagy tetszik nekünk, vagy nem, vagy elfogadjuk, vagy nem, hanem azért érvényes, azért tradicionális, tehát a hagyomány és az eredettel kapcsolatos. Mert számomra, egyes szám első személyben, és ezt mindenkinek így kellene megragadni, most is konkrét üzenete és lehetőséget hordozó jellege van. Tehát, hogy most megvilágítsam, hogy miről akarok beszélni, voltak olyan tanítások, például a Templárius szlovagrend, a templomosok, templomos, akik, a, akik a középkor legjobb harcosai voltak, úgy nem egészen mellesleg, óriási tudással is rendelkeztek, hiszen nem csak... A lovagi úton, hanem a tudás megszerzésével kapcsolatos úton, tehát úgynevezett gnosztikus úton is jártak, de nem a gnózis értelmében, amit a kereszténység a harmadik században eretnek irányzatnak minősített, zárója bezárva. Tehát, hogy nekik volt egy olyan tanításuk, hogy valójában a kereszten a hamis profétát feszítették meg, Jézus pedig a hetedik mennyországból mosolyogva figyelte az eseményeket. Uh -huh most hát ezt elég nehéz a szokványos tanítások keretében megragadni, de a lényege az az, hogy ha te ott kívül keresed ennek a tanításnak az értelmét, tehát hogy ott egy ember szakállal, a szandában a korabeli körülmények közepette nagyon bölcs tanításokkal próbált az embereket jó útra téríteni, és ennyi a történet, akkor ez számodra nem sok mindent fog jelenteni. Tehát, hogy ezt úgy kellene megragadni, hogy valójában a megtestesülés titka, misztériuma, az akkor válik igazán érvényessé, hogyha egy szem első szemébe magadba, még élesebbre állítva magamban tudom felfedezni ezt. Vagyis, hogy a születés az bennem történik folyamatosan, és a betlehemi jászon az bennem van, bennem vannak azok a szimbólumok, amelyek ott körülveszik, tehát ugye egy istáló az állatokkal, amelyek az ember sajátos képességeit, kvalitásait mutatják. Tehát, hogy az isteni alapelv, amit Jézus képvisel, az valójában egy olyan, olyan környezetben jelenik meg, amit az ember szokványos állapota és testisége szimbolizál. Ezt jelenti az istáló, és hogy ebben megjelenik az a kisded, amely valójában a metafizikai principiumnak a szimbóluma, és ennek a kiteljesedése, felnövekedése, ugye? amennyibe persze a hérodesi gyermekgyilkosságot túléli, ez is egy nekünk szóló misztérium, hogy mit jelent menekülés Egyiptomba. Tehát, hogyha ezt képes az ember önmagába felismerni, akkor tulajdonképpen élesre állítódik ez a tanítás, és nem csak egy történelmi abstrakció lesz, hanem hogy itt valójában nekem, itt és most mit kell tennem ebben a vonatkozásban. Ez az igazán érdekes vetülete. Ezeknek a tanításoknak, ezen belül kifejezetten a keresztény doktrinának, hogy nem csak ő. az a lényeg. Tehát nem csak egyes szám harmadik személy, hogy ő, akármennyire szeretjük, tiszteljük, vagy elutasítjuk és nem fogadjuk el. Itt a lényeg az, hogy az ő. Uh -huh. És hogy ez hogy fordul át abba, hogy valójában ez én számomra aktuális, és nekem mit kell tennem. Hiszen a kereszténység lényege ugye az imitáció Kriszti, Krisztus követése. Nem csak külső értelemben, tehát nem úgy, hogy a 2000 évvel ezelőtti megnyilvánuló profétát, vallásalapítót, sőt, ugye azt tanítja, tanítja a keresztény doktrina, hogy Jézus Krisztus teljesen Isten és teljesen ember, tehát Isten fiát követem ott kint, hanem hogy ezt magamban felfedezve, magamban uh -huh. állítom élesre. Alapvetően um, mi volt a, az a a kultúrköri probléma, azok az emberi értékek, amik elhalványultak akkor, amiért meg kellett jelenni egy profétának? Ez, ahogy az előbb is mondtam, mindig az a probléma, hogy az eredeti állapot, amit ugye egy kezdeti, vagy ontológiai tökéletesség jellemez, az eredeti állapotnak az emléke, az egzisztenciális emléke, tehát hogy ez alapján élik az emberek az életüket, az elhalványul, vagy akár teljesen elvész. Tehát ezt ugye vallási nyelven eltévedésnek nevezik, tehát, hogy a nép olyan szokásokat kezd felvenni, amelyek gyakorlatilag az isteni létrendel diszharmóniában vannak. És ezt a diszharmóniát, aminek ugye a következménye megint csak vallási kifejezéssel élve a kárhozat, mégpedig elsősorban nem evilági értelemben, hanem egy túlvilági értelemben. Tehát amikor ez elharapózik és általánossá válik, akkor egy isteni gondviselés értelmében megjelenik egy olyan erő, egy olyan tanítás, egy olyan személy, ha úgy tetszik, egy tanítása, amelyet megértve és követve ez az eltévejedés és ez a, a tévútra jutás, ez korrigálható. Itt a, mit értesz a tévúton? És az eltévejedésen. Ha szimbolikusan akarjuk megfogalmazni, akkor a, az emberi létezés, normális, normális emberi létezésnek azt tekinthető, ha az ember a centrum felé fordul. Mit jelent ez? Centrum felé fordulás az az eredettel való kontinuitás, tehát folyamatosságnak, a tudatának a megléte. Uh -huh. Mindig az a feladat, hogy visszatérni az eredethez. De nem történelmi, vagy nem historikus értelemben, amit természetesen teljesen képtelenség, hanem egy az előbb említett a readaptáció értelmében. Tehát, hogy a forma feletti igazságot, mert ez ugye kötődhet bármilyen formához, de a lényege az forma feletti, meghalad ja. minden formát. Tehát, hogy ennek a megragadása menjen végbe, és ennek a mentén folyjon az ember élete. Amennyiben ez elvész, egyébként nagyon ékes példa rá, úgymond, vagy szomorú példa a jelenkori nyugati materiális civilizáció, ami most már azért több évszázada bontakozik ki. Tehát ez mondjuk egy szigorúan metafizikai vagy vallási terminológia, egy totális eltévedésnek felel meg, hiszen az ember arccal nem is abba az irányba van, amerre kellene, hogy legyen. Tehát nem, hogy nem a centrum, a centrum van a homlok terében, ez egy, nyilván most ez egy szimbólum, a centrum hanem a perifériánál, a jelenkori ember, és ráadásul a perifériáról úgymond kifelé tekint. Uh -huh. Mit jelent ez? Tehát az, hogy az anyagi dolgok érdeklik, kizárólag a materiális vonatkozások ragadják meg az életét, aminek ugye hát az a sajnálatos következménye, hogy ezeket mindet itt kell hagyni előbb-utóbb. Tehát olyan szokták mondani, hogy batyóval senki nem ment még át a túlvilágra. Uh -huh. Tehát mindenki az annyival megy, amennyivel érkezett. Materiális értelemben persze, úgyhogy amikor ez a materializáltságba való belefeledkezettség rendkívül súlyos mérték, és akkor ennek nagyon sok folyamánya van, tehát a legkülönfélébb eltévejedési területek jönnek létre, a szexuális aberrációktól, a, a, a javaknak a kabzsi halmozásánál, át nagyon sok minden, Na szóval ez az ilyen jellegű az a szituáció, amiben a korrekciónak légyogosultsága van, és amennyiben a gondviselés még működni tud az emberi társadalomban, akkor megjelennek szószólók, megjelennek proféták. Nyilván nagyon sok ilyen van, de a kiemelkedőeket, vagy a nagyobb jelentőségű alakokat, azokat többnyire ismeri még az is, aki egyébként nem foglalkozik ezzel, hiszen ezek többnyire valamilyen hagyomány vagy vallás alapításával kapcsolatosak, amilyen például Jézus Krisztus. Hogy lehet az, hogy ott már létezett tekercsek formájában az Ószövetség, szövetség ami egy nagyon-nagyon szigorú doktrinákat ír le, nagyon-nagyon szigorú büntetés alapú létformát, de mert annyira leírja, hogy hogy kell élni, hogy szinte majd, hogy nem egy, 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 életrendszert, egy, struktúrát adott a zsidóságnak, hogy azt gondolná az ember, hogy, hogy hát, hogyha ennyire, ennyire szigorú ott a, a, a kultúrkör, akkor, akkor szükségtelennek kellene lennie egy új fajta meglátásnak, egy újfajta kódexnek. Ez... Hát maguk a zsidók ezt így is állítják a mai napig, tehát uh -huh. ők ugye a zsidóvallás és a kereszténységet többek között az különbözteti meg egymástól, hogy a zsidók nem ismerik el Jézust. Sem vallásalapítóként, sem az igazság letéteményeseként. Egyébként ebben különböznek az iszlámtól, hiszen az iszlám messze menőkig elismeri, ezt nem szokták tudni, de az iszlám messze menőkig elismeri Jézus Krisztust az egyik legnagyobb profétának tartja, bár vannak aspektuális különbségek. No de szóval visszatérve erre, valóban, tehát a zsidók azt mondták, hogy nekik a törvény, és a mai napig is ezt állítják, hogy nekik a törvényeik, illetőleg az a tanítás, amit Mózes kapott elsősorban, illetve ami az általad említett Ószövetségben öltött testet, az tökéletesen elég ahhoz, hogy ők az isteni igazsággal, vagy az isteni létrenden harmóniában éljenek. Na most Jézus ezt máshogy gondolta, tehát az ő tanítása az éppen arról szólt, hogy ez nem elegendő, nem elegendő az Isten országának vagy Isten királyságának a megvalósításához, hanem itt egészen más dolgokra is szükség van. Holott, ugye ne felejtjük el azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, itt ugye elsősorban a Tórára, a Mózes törvényére utalt, hanem hogy éppen hogy betöltsem. Uh -huh ez azért elég jól megmutatja azt, hogy pont azt, amire rákérdezel, hogy valójában nem új dolgot hoz a kereszténység, vagy hát mondjuk így inkább, hogy Jézus maga, aki ugye a kereszténység alfája, kezdőpontja, hanem hogy azt tapasztalja az isteni gondviselés, és ezen keresztül maga Jézus Krisztus, hogy bizony a törvény nincsen betöltve. Nem arról van szó, hogy nem igaz a törvény, tehát nem arról van szó, hogy az Ószövetségben lefektetett dolgok nem igazak, hanem arról van szó, hogy ez nincs betöltve. Uh -huh. És ennek úgymond az élesreállításáról van szó, hogy azt hogy kell ott, akkor, vagy ha úgy tetszik itt és most, tulajdonképpen itt ebben a vonatkozásban nincs különbség, hogy kell úgy élesreállítani, hogy az valóban a saját funkcióját betöltve tudjon működni. És mi ez a funkció? Hát az a funkció, hogy az ember üdvözöljön végül. Uh -huh. Hogy üdvözöljön a, ugye hát a vallási felfogás és minden tradíciós felfogás, Lényege az, hogy az emberi létezés az nem ér véget a biológiai halál pillanatában. Na most ugye ezt ma már teljesen máshogy gondolják sajnos, az ateista materializmus, ez, ez is teljesen más állásponton van, de most nem ezzel foglalkozunk, hanem a vallási szemlélettel. Tehát ott az az alapvető, és minden tradícióban teljesen közös, az is az összes vallásban, hogy az ember élete a biológiai halál pillanatában nem ér véget, hanem egy úgynevezett posztmortális, tehát halál utáni egzisztencia, létezés vár az emberre, aminek a döntő jelent lényege az, hogy a szerint áll elő, tehát nem demokratikus és nem egalista, hanem a szerint áll elő, hogy az ember milyen életet élt a Földön. Uh -huh. Tehát, hogy hitvány életet élt és gazember volt az illető, vagy pedig éppen az általad említett törvényeknek megfelelően, tehát az isteni parancsolatokat és isteni igazságot betartva, az bensőleg felismerve, és az, életen az életében az embernek megvalósítva, realizálva, tulajdonképpen egy olyan állapotba jut végül a halála pillanatában, ami nem a kárhozatot, vagy a pokolszerű állapotokat, erről egyébként még érdemes majd beszélni, tehát nem a pokolszerű állapotokat, hanem az üdvözült és mennyei állapotokat kapja, mint egy gyümölcséül annak, amit az életében végrehajtott. Tehát Jézus ezt ítélte úgy, hogy ez bizony sajnos nem így van, uh -huh. mert a farizeusi lét, ugye a farizeusi lét, az beszél valamiről, csak éppen nem csinálja azt, amit kellene. Aha. Ezért mondja azt, hogy olyanok vagytok, mint a meselt sír, hogy kívül jól néztek ki, csak belül pedig üresek vagytok. Uh -huh. Tehát, hogy tulajdonképpen az történt, azt lehet mondani, nyilván ezt nagyon sokrétűen lehetne tárgyalni, hogy a törvény külső formai megtartása, az látszóla, ugye végbe ment, bárha mondjuk az aranyborjú imádására gondolunk, és egyéb ilyen eltévedésekre, akkor még arról sem beszéltünk, hogy külsőleg végbe ment, de mindegy. Szóval, hogy nagyjából a, azt lehet mondani, hogy a törvényeket külsőleg és mechanikusan betartották szigorúan, és betartatták, csak éppen a belső lényeg veszett el, és ennek a belső lényegnek a helyreállítása véget érkezett meg ugye Jézus Krisztus. Lehet úgy tekinteni ezekre a szentíratokra, vagy ezekre az összefoglalókra, hogy ezek képeznék újra a centrumot? Hát ha nem is a centrumot képezik, azt kell mondani, hogy pontosak legyünk, hogy a centrumból származnak, az eredetből származnak, a kezdetből származnak, ezek nagyjából analogikus, analog kifejezések, ezért mondják azt, meg mondjuk azt a mai napig, hogy ezek isteni kinyilatko kinyilatkoztatások. Mit jelent az? Tehát, hogy megnyilvánul egy olyan világfeletti valóság ezekben, nem ember által költött szerzeményekről van szó, hanem olyan ihletett, ihletett tehát az emberi állapotot meghaladó, meghaladó bölcsek, tanítványok által lejegyezve, akik tulajdonképpen a kapcsolatot ezzel a centrális, vagy központi állapottal, vagy eredeti állapottal helyreállították önmagukban. Tehát a kinyilatkoztatás az mindig így jön létre, az valójában nem, nem e világ eredetünk. A például konkrétan megnéz, mondok egy példát, a Szent Kurán, amit ugye itt Koránnak neveznek, mert azt mondják, hogy annak van egy teremtetlen formája, ami a világteremtés előtt már készen állt, uh -huh. minden megnyilvánulás előtt, amit tapasztalunk, hogyha úgy tetszik a teremtés előtt, és valójában ez a teremtetlen lényeg, ez az örökké való lényeg, az, ami aztán az idő és a tér egy pontján leszáll, és testet ölt egy tanítás formájában, egy könyv formájában, hogyha úgy tetszik. Tehát így jelenik meg a négy evangélium, de nagyjából így kapja lényegét, tekintve, nyilván formailag más, de lényegét tekintve így kapja Mózes a törvénytáblákat, és szóval, hogy valójában minden isteni, isteni eredetű kinyilatkoztatásnak ez a lényege. Tehát visszaköt és visszavezet az eredeti állapotba, ahonnan származik. Nyilván oda tud valami visszavezetni és visszakötni, ahonnan maga is származik. Legyen az egy szent tanítás, vagy legyen az egy személy, aki tulajdonképpen ezt képviseli a világban. A keresztény tanítások. Annyira én római katolikus vagyok, de valahogy én már az én életemben. Nem tudtam találkozni ezekkel a tanításokkal. Nem tudtam találkozni ezekkel a szertartásosságokkal, pedig ugye harcművészként a, a szertartásosság az abszolút az életem része. Tehát, hogy alapvetően, mint ember, ezt ö, keresem. Tehát, hogy nem, hogy nem utasítom el, hanem keresem. De hogy ezekkel én nem tudtam találkozni. És amikor ö, olvastam is a, a Bibliát, illetve a hegyi beszédet, illetve a tanításokat, valahogy ö, nem állt bennem össze a keresztény tanítás, a, tehát hogy effektíve mi az, amit nekem napról napra meg kell tennem, hogy egyrészt, hogy ember maradjak, másrészt, hogy esetleg egy magasabb szellemi térbe kerüljek. Itt el kell választanunk azt az eredeti állapotot, amiben létrejön egy vallás, az, az gyakorlatilag a fénykora, azt lehet mondani, hiszen amikor a vallás alapító jelen van, az a tanításnak lényeg értelemben a csúcsa, illetve azt az állapotot, amivel az, az idők során alakul. Aha. Ez mindig egy alászállást jelent, és hát ugye itt a kereszténység kezdetet a 2000 év telt el, hogy az most milyen állapotban van, az megint egy külön beszélgetés tárgya lehetne, de azért teljesen ne kerüljük ezt meg. A azt lehet mondani, hogy egy drámai és katasztrofális a helyzet ebben a vonatkozásban. Tehát, hogy te ezzel, amit mondasz, és amit hiányként nem csak te, hanem a legtöbben megélünk, a legtöbb ember megél, hát az éppen annak az alászállásnak a következménye, amit ugye a 2000 év alatt végbe ment. Erre van egy nagyon fontos terminus technikus, tehát szakkifejezés, ez, hogy antitradicionalizálódott a világ, vagyis, hogy hagyomány ellenessé vált. Egynek van egy olyan formája, ami egy kombattáns, egy harcias és agresszív szembefordulása hagyománya, gondoljunk csak a kommunizmusra, hiszen a kommunizmusban a materializmus az, az úgymond államvallássá lett éve, és a egyház és vallás ellenség az állami program szintjére ment, üldözték a klérust, a papságot, tehát tüzzelvassal írtották, és amit meghagytak belőle, tulajdonképpen, hát az az, ami hajlandó volt együttműködni, ugye, a, azzal a fennálló borzalommal, amit ugye itt államrendnek, tehát az állam is meg a rend is éve, amit itt kialakult. Tehát, ami maradt, az pedig egy olyan forma sajnos, ami hát maximum távolról emlékeztethet arra, amire valójában most is szükség lenne, vagyis ahhoz való visszatérésre. Nagyon érdekes itt ebben a vonatkozásban, ugye, hogy már 500 évvel ezelőtt probléma volt, ez volt a reformáció ideje. Szoktam mondani, hogy ez kiváló kifejezés, mert re formálni, tehát újra formálni a dolgokat, hogy már 1500 év után, vagy 500 éve, innen nézzük, akkor 500 éve felmerült az a probléma, hogy, a, hogy az egyház nem képviseli a tanítást abban a hiteles formában, ami kellene. Ugye hát Luther ezt tételesen szóvá is tette, a, Wittenbergi KT formájában, ugye például a szimónia, tehát hogy a bűnbocsánatot azt pénzért bűnbánó cédulákkal árusították, és hát ezek olyan dolgokra mentek, ami minden volt, csak nem a vallás eredeti céljával összeegyeztethető dolog. De most nem is a részletekben elveszve, hanem arra rámutatva, hogy valójában már 500 éve súlyos probléma volt, mégpedig az antitradicionalizálódás vonatkozásában, hiszen az egész nyugati típusú modernitás ami ugye a középkor végétől, tehát szorosabban véve a 13. századtól, tehát az már ugye 700 évvel ezelőtt megkezdődik, tehát a 13. századtól kezdő egy elfordulást tulajdonképpen a tradíció lényegétől és a tradíció világától. Az elsősorban ugye a, renesz, a reneszánsz formájában nyilvánult meg, aminek ugye azt jelenti, hogy újjászületés magyarul, de hát egy olyan újjászületés ment ott végbe, hogy az antik tradíció újra felfedezésének örve alatt valójában éppen a leglényegesebb dolgok haltak el. Azok, amik a középkori keresztény Európát azért még jellemezték. Ez tulajdonképpen a kereszténység halálának a kezdete, ez az időszak. És aztán, hogy a 20.-21. század az mit tett valójában ebben a vonatkozásban. Hát nagyjából összefoglalva az, hogy egy ilyen szalotti állapotban, tehát vannak még éppen templomok, és van egy ház, és még valami külsőleg van, de hogy ez az élet általános menetét szinte már semmi, sem, semmiben és semmennyiben nem határozza meg, azt nem nagyon kell külön bizonyítani és ez meg sajnos egy olyan súlyos hiányt eredményez, ami a amire a kérdésed is irányult. Továbbá ebből kifolyólag az van, hogy az ember, mert az ember az nem állat, az nem csak eszik, alszik, koitál és egyebek, hanem lelki-szellemi szükségletei is vannak. És ezeket a lelki-szellemi szükségleteit, mivel a jelenlévő hagyomány nem képes kielégíteni, ami ugye a kereszténység lenne, hát mindenféle egyéb formák után tájékozódnak az emberek, ami ugye a különféle <kül> különféle modern, new-ages megnyilvánulások eldorádója. Tehát itt tulajdonképpen mindent találhatunk, és ebben a vonatkozásban a tévegés, most nem tudom, jó szem, ez kicsit olyan vallásosan hangzik, de szóval, hogy a, hogy a mondjuk így akkor, hogy az össze-vissza keresés, az teljesen általános. Uh -huh. Aha... Jó, tudom, négy evangélista maradt, akik ugye a Bibliába bekerültek, és körülbelül 30 evangélista nem. Ez ugye, ugye körülbelül a 4. század végén véglegesedett a Biblia, és uh, ezek a tanítások, uh, vagy ezek a magyarázatok, ezek eltűntek, ezek hozzáférhetők a mai napig. El tűntek el, ezek az úgynevezett apokrifek. Tehát uh... Valóban négy evangélium lett úgy szóval kanonizálva, ami beletvéve a hivatalosan a szkriptúrába, vagy a szentírásba. A többi, hát létezik, meg is lehet ezeket találni, legismertebb például a Tamás evangéliuma, de nagyon izgalmas például a Barnabás evangéliuma. Szóval megvannak ezek, nyilván ennek megvannak az egyház történeti okai, hogy miért pont ez a négy lett kanonizálva, de azt gondolom, hogy rendkívül izgalmasak és érdekesek azok is, amelyek ezen kívül megmaradtak. Ezek tan mesékként kellene őket értelmeznünk? Vagy vagy olyan történetek, amikhez kellene a mesélő, hogy esetleg a hiányzó szimbolikus háttérre rá tudja világítani a hallgatót? Hát nem meseszerűek, ugye? de végül is, hogyha most a mesét kiterjesztettebb értelembe fogjuk fel, akkor akár ezt is lehet mondani. Hát ezek tanítások, tehát van, ami nagyon sokban emlékeztet az ismert négy van, vagy a kanonizált négy evangéliumra, van, ami teljesen más jellegű, tehát más, mint például a Pisztis Szofia evangéliuma, teljesen más jellegű irat. Hát a, tehát a tanítások és legyenek akkor az evangéliumok, mint isteni kinyilatkoztatások, értelmezésre az egy külön problémakör. Miért? Azért, mert egy olyan világban születtek, egy olyan formai értelemben, mert, mint mondtam, a lényegük az forma és idő feletti. De egy olyan világban, olyan tér és idő adta feltételek között öltöttek testet, ami az akkori emberiség mentális feltételeinek felelt meg, és ezek a feltételek, ami nagyon fontos, ez kulcs, hogy alapvetően tradicionális be, beállítottságúak voltak. Teljesen más a jelenkori ember mentalitása. Tehát olyan szinten más, hogy nincs már szinte két, nincs olyan fogalom, amiről ugyanazt gondolná egy tradicionális vagy archaikus ember és a mai ember. Ebből pedig az következik, azt szoktam mondani némileg sarkalatosan fogalmazva, hogy egy szó nem sok annyit nem érte ezekből a tanításokból a mai ember, hogyha nem veszi a fáradtságot ahhoz, hogy ehhez magát tulajdonképpen az akkori állapotba, bizonyos értelme, elsősorban mentálisan, korrekció formájába visszavigye. Ezek a szövegek döntően szimbolikusak, szimbólumokat tartalmaznak, önmagukon túlmutató jelentések hordozói, és nem pedig olyan tényeket, Tényszerű áll, amelyek gyakorlatilag a profán írásokat jellemzik. Tehát a szimbólum a tradíciós tanítások nyelve és a szimbólumok értelmezése, helyes értelmezése, nem önkényes, hanem tradíciós, helyes értelmezése a kulcsa ahhoz, hogy ebből egy szó is megérthető legyen a mai ember számára. Úgyhogy minden további nélkül ez nem megy, sajnos. Tehát ehhez nagyon komoly előkészületekre, vagy, vagy, ha úgy tetszik, önhelyre igazításokra van szükség. Ehhez kell lennének a, az egyházi mondjuk tisztviselők? Pontosan. Tehát nyilván nekik ez lenne a feladatuk. Bizonyos értelemben nyilván amennyiben eleget tesznek, akkor ez is. Tehát kommentára, exegézésre van szükség. De valójában a szent hagyomány a kereszténységben az tulajdonképpen ez. De minden vallásban és hagyományban az évszázadok arról szóltak, hogy a kinyilatkoztatást, a szentírást, a kinyilatkoztatást, a principiumot, az alapelvet, ha úgy tetszik, azt magyarázta, magyarázták az arra ihletett és arra feljogosított hiteles képviselők. Nem önkényesen, hanem tulajdonképpen az összhangban az eredeti tanítás szellemével és céljával. Hogyha ilyen az értelmezés, akkor azt tradicionálisnak nevezzük, vagy ortodoxnak, ha pedig nem, akkor, akkor heterodox, vagy eretnek, és akkor tulajdonképpen nem tölti be azt az eredeti funkcióját, hogy közelebb vigye az embert az eredeti tanítás értelméhez, vagy a tanítás eredeti értelméhez. Szóval mindenképpen kell a magyarázó, ez, a, ez tulajdonképpen a, a szakerdótális, vagy papi feladat minden időben és minden helyen. Hogyha a kereszténység szertartásosságait egy kicsikét. Mondjuk inkább úgy, hogy ritusait. Vagy tehát ritusait. Itt, itt tennék egy finom megkülönböztetést. Tehát, hogy a ceremónia, ami szertartást jelent, illetve a ritus között van egy olyasmi különbség, hogy a ritus az isteni eredetű. Uh -huh. Tehát azt lehet mondani, hogy a vallás alapító és közvetlen környezete által gyakorolt tetteknek a köre, a ceremónia vagy a szertartásosság az pedig emberek által Kitalált, adott esetben a ritussal összefügg, ritussal harmóniában álló, de a szertartások teljesen profán világiak is vannak. Úgyhogy itt ez a, szóval jobb a, ritus, a ritus. ritusokról beszélni, igen, ebben a, a vonatkozásban. Az ima az egy ilyen ritus Igen, lenne? igen, az például az. A, mindegyik vallásban megvan az, az ima, mint, mint cselekmény. Mi történik az emberrel ima közben? Miért, miért imádkozunk ennyien? Ugye a, a buddhizmusban ez meditáció? Ja, az ima és a meditáció nem ugyanaz, tehát ezt, ezt nem érdemes összekeverni. Nos, hát az ima, az imának is több formája van, mert van a kérő ima, amikor az imádkozó valami konkrét, konkrét bekövetkezést szeretne eszközölni Istennél vagy az Isten közvetítőinél és van olyan ima, ez egy magasabb formája, ami nem semmiféle kérést nem tartalmaz valójában. De mi az ima? Az ima röviden összefoglalva az, ami összekapcsol Istennel, ami összekapcsol a transzcendenciával, rituálisan. Tehát, hogy rituálisan olyan értelemben, hogy, hogy jó esetben, és ez például az iszlámban nagyon szigorúan így van, és nagyon pontosan meghatározva nevezetesen, hogy mit, mikor és hogyan kell csinálni. Ebben a vonatkozásban a kereszténység kicsit problematikus, mert bár van ahogy a Jézus imája, amit mindenki ismer, de annak a pontos idejét hányszor kellene gyakorolni, az tulajdonképpen plébániánként különbözik, hmm. hogy mit tanácsolnak az embernek. Ezzel szemben az iszlámban, ugye a szunitáknál, öt a sítáknál három nap van előírva, ami percre pontosan egy éves naptár alapján megmondja, hogy mikor kell. Illetőleg, ha valakinek ezt nem sikerül meg végrehajtani, akkor vannak rá előírások, hogy mikor tudja pótolni. Na de a lényegre visszatérve, tehát az ima az tulajdonképpen rituálisan összeköt a transzcendenciával, vagy ha úgy tetszik Istennel. És miért kell azt állandóan ismételni? Ez is egy jó kérdés. Hát itt a harcművészet az nagyon szép párhuzamot mutat, ugye a káták formájában. Tehát ezeket a gyakorlatok is megkérdezhetné meg, meg egy kezdő, hogy miért kell állandóan ugyanazokat a mozdulatokat ismételni. Hát azért kell állandóan ismételni, hogy egy bizonyos racionális szintnél sokkal mélyebbre tudjuk levinni ezt a tudást. Ugye van a keleten, a, vagy Japánban a hara kifejezés, ez a gyomrot vagy hasat jelenti. Szokták mondani, hogy gyomorból kell végrehajtani a gyakorlani, és de nem igazából nem erről van. Miről van itt szó? az állandó és folyamatos gyakorlásnak a révén tulajdonképpen az ember mint egy megrágja először a dolgot. Tehát ugye, amikor valamivel találkozok, akkor külsőleg megfigyelem, magamévá teszem, gondolati szinten elkezdek vele gondolkozni, mondhatni azt, hogy megrágom. A rágás az a fejben történik. Amikor megrágtam azt, amiről szó van, akkor az tulajdonképpen bekerül az emésztőrendszerbe, Bekelül a gyomorba és megemésztetté válik, azt mondják, hogy abból pedig átjut a vérbe. Ez az, amikor a tanítás vérré válik. Akkor már nem csak az, hogy okoskodik ezzel kapcsolatban az illető, tehát minden kezdő szeret ugye, fejbe előadni a dolgokat, hanem tulajdonképpen ez a vérre vált benne, és, és ez az, ami igazán fontos. Miért? Azért, mert kritikus helyzetekben ez a tudás megmarad. Uh -huh. Ami csak a fejbe van, amit még csak rágok az tulajdonképpen nem valódi tudás, mert amennyiben kibillenek a normális állapot, vagy a közönséges állapotomból, akkor ez nem fog előjönni. De ha egy, 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 rituális cselekményt legyen, az az ima, vagy a harcművészetben egy adott mozgás mozgássorozatnak az ismétlése, az ember hosszú éveken át, mondjuk tízezer szer, meg még akár többször elgyakorol, ahhoz már nem fog kelleni neki gondolkozni, hogy ezt megcsinálja, tehát mondjuk harcművészetben, egy KO közeli állapotban is fogja tudni, ez a lényege, amikor ugye az elme elmegy, de az imában ugyanez úgy jelenik meg, hogy a halál közel, vagy a nagyon súlyos betegségben, amikor az ember már nincs tulajdonképpen magánál, akkor is az állandó, folyamatos gyakorlás olyan mélyre viszi le ezt a tudást, ami ebbe van, hogy valójában akár egy önképületi állapotban is azt a célt éri el, amit korábban ugye éveken, hosszú éveken át És mi az a cél? Hát az imában az, hogy akkor is Istenhez vigyen, vigyen magamat, úgymond, vagy vigyen maga az ima, mint rítus, amikor már tulajdonképpen a mentális, a mentális képességem az már nem működik. ugye tudjuk, amikor haldoklik az ember, akkor először megszűnnek az érzékszervei, tehát hallás, látás, tapintás, szaglás, stb. Ezek így visszaszív, utoljára egyébként a hallás marad, de amikor ez is megszűnik, akkor megszűnik a gondolkozó képessége is, de még él. Uh -huh. Tehát, hogyha csak a fejbe van a tudás, és nincs elmélyítve a mentalitáson túli, az túl túli állapotban, akkor az ez ezekben a pillanatokban már semmit nem fog érni. Tehát ez az állandó gyakorlásnak az értelme, úgy a harcművészetben, meg úgy a vallásokban is, hogy a kritikus állapotban is meglegyen az a tudás. Ez lenne a memento mori, ez a a tudatos halálra való felkészülés, hogy a halálom pillanata, pillanata az tudatosan történhessen? Igen, tulajdonképpen lehet ezt Momentum Mori, ugye azt jelenti latinul, hogy emlékezz a halára. A kartaúzi szerzetesek, akik egyébként némasági fogadalomban éltek, csak ezt mondták egymásnak, amikor találkoztak. Hát mondják, hogy a halál a legnagyobb tanítómester. Mondják, hogy ha, ha igazán bölcsen akarsz, vagy jól akarsz élni, akkor élj úgy, mintha minden nap az utolsó nap lenne. A szamurájoknál ez egy teljesen bevett etikai formula volt, és ez nem csak formula, hanem így is éltek valóban. Tehát, hogy a halál azért a legnagyobb tanítom mestert, mert a lényegre irányítja az embert. Tehát, ha tudom azt, hogy meg fogok halni, tehát el fog múlni az a világ, amit itt magam körül tapasztalok, és azt is tudom, a nagyon fontos része, hogy ezzel viszont nem fog véget érni minden, hiszen vár rám egy túlvilági létezés, ami annak függvényében, megismétlem, amit az előbb mondtam, annak függvényében fog előállni, hogy milyen életet éltem ebben a világban, akkor a halára való állandó emlékezés az óriási jelentőségű válik, és ez az, ami igazán fényt vissza az ember életébe. Ez nem valami halálkultusz, meg valami ilyen teljesen profán, bugyuta módon értelmezett valami. Ez éppen, hogy az életkultusza, hiszen az élet elmúló, és nagyon sok szempontból tiszavirág életű, és hát illuzórius voltára mutat rá, és mint megmutatja azt, hogy mi az igazán lényeges és fontos, hiszen az azt mutatja meg, hogy mi az örökkévaló az ember életében. Na most az, hogy a halál után van a létezés, és örökkévalóság, ezt nem lehet bizonyítani, ez nagyon fontos. Tehát ez, ez mielőtt bárki ezt félreérteni, ez egy olyan jellegű valóság, amit vagy el tud hinni valaki, vagy nem. Ez hitkérdés, ez maga a hitkérdése. Azt szokták mondani, hogy a hitet nem lehet elérni, azt Isten vagy megadja az embernek, vagy nem. És hogy kinek adja meg, hát azt a legnagyobb böltség se tudják. Van, akinek megvan. Van, aki szeretné, hogy meglegyen, de nem kapja meg. Van, aki meg nem szeretné, úgyis megkapja. De ez hit kérdése. Tehát azt, azt vagy nem az elhívés értelmébe, hanem egy elővételezett, transzcendentális bizalom értelmébe. Nekem tudnom kell, hogy a halálommal nem ér véget minden. Ha ezt valaki el, ide el tud jutni, akkor a legnagyobb kincset megkapta. Az egyik legnagyobb kincset megkapta az életbe, mert az egész életének értelme lesz. Ez a mementamori értelme valójában, nagyjából. A kereszténységnek ez már egy a torzult formája, hogy a halál utáni életet éltetik? Vagy ez ez abszolút így indult? Tehát, hogy hogy, értett, hogy éltetik? Hát, hogy hogy mm, valahogy úgy jönnek le nekem a tanítások, hogy, a, hogy, az életben, a földi életben történt dolgok ö, majd, hogy nem semmisek, hogyha ezeket a szabályokat ö, követed, akkor megüdvözülsz, és ugye a mennyországba kerülsz, mert hogy, hogy, ezt, ezt, ezt kiérdemled. Ennek mi a szimbolikája? Hát az, hogy a, ez jellemezne a jelenlegi kereszténységet azért az ennyi túlzás, erre én azt mondom, hogy sajnos nem jellemző, valamikor igen erősen. Tehát mondjuk úgy, hogy a középkorig a keresztény ökumené egyik legjellegzetesebb hozzáállása volt. Nem a halálkultusz megint, tehát ez ne testi is, hanem hogy az életet a halál fényébe vizsgál. És pontosan ez az, ami megkülönbözteti az embert az állattól. Az, az, az ember azt hiszem Heidegger mondta, hogy a, az ember a halállal szemközti életet él. Az állatok is megsejthetik a haláluk előtt közvetlenül, hogy el fognak pusztulni. Tehát például ugye tudjuk, hogy vannak elefánt temetők, ahol a haláluk előtt álló elefántok elindulnak, és mindig ugyanott végzik be a földi létezésüket, de ez nem azt jelenti, hogy ő az egész, mondjuk egy elefánt vagy valamelyik állat, a létezését, az életét a halállal szemközt élné le. Ez csak egy intuitíve megérzi, ahogy mond az utolsó pillanatokban. Az ember ehhez képest lehetősége, mert a mai ember már egyáltalán nem így él, de az embernek egy nagyon komoly szellemi lehetőség az, hogy a halállal szemközt életet élje. Tehát fel lehet úgy fogni a halált, mint egy kihívót, aki, ami elé dobja a kesztyűt gyakorlat. És a legtöbb ember sajnos ennek hátat fordít. Tehát annyira megretten attól a gondolattól, hogy meg fog halni, és el fog enyészni, ráadásul úgy gondolja, hogy mindennek vége lesz. Tehát, hogy meg fog semmisülni, hogy tabusítja ezt a kérdést. Elfordul, hátat fordul. Éljük az életet, gyerekek, meg élvezzük, majd lesz valahogy. Az a baj, nem lesz valahogy. Tehát, ha azt, azt lehet mondani, hogy nagyon veszedelmes a halál által oda dobott kesztyűt felvenni, de ennél csak egy veszedelmesebb van nem felvenni. Uh -huh. Tehát az, az a megfelelő szellemi hozzáállás, amikor a halál által elém dobott kesztyűt felveszem. Ez pedig azt jelenti, hogy szembefordulok, tehát tételezem a saját életembe, hogy meg fogok halni. Ezt nem, nem, nem drámaként, nyilván dramatizálni is kell. Nagyon fontos, hogy először drám, annak a drámaiságát is meg kell érteni, hogy Tulajdonképpen mi az, amit veszíthetek. De utána egy második lépésben meg kell fosztani drámai voltától, minden a önhazudozás vagy önbecsapás nélkül, hiszen a minden szellemi tanítás az emberiség történetében kivétel nélkül, kivéve a nyugatias modernitást, azt tanította, hogy az ember élete a halálban nem ér véget. Tehát az evangélium az maga azt jelenti, hogy örömhír. Hát mi a örömhír? Hát pont ez az örömhír benne, ez a vigasz hogy a nyomorúságos emberi létezésünk, ami ugye előbb-utóbb betegség, megcsúnyulással, betegséggel, erőtlenséggel és halállal fog végződni, ez senki nem kerülte még el, és nem is fogja, hogy tulajdonképpen ez a tragédia, ez a dráma, de az örömhír az, hogy ezzel nincs vége, hanem valójában egy olyan igazi létezés nyílik meg az ember előtt, ami nagyon fontos, az itt ért életének a függvényében valósul meg. Tehát ez nem demokratikus, nem egalisztikusan, egyenlőzdi alapján működik, hanem kifejezetten az alapján, hogy mit tettél meg és mit nem az életedben. Ha most lennének olyan ö, egyházi tisztviselők, akik. Ö, milyen lenne most egy, ö, egy olyan egyházi tisztviselő, akinek ö, aki megfelel a tradicionális tanításnak, hogy mi, mi, az, a, mi az, a, forma, mi az a, mik, azok a, mik, azok a, tanítások, amikre a, az embereket rá kellene világítani, vagy amibe be kellene őket vonni? Hát ez, ez ugye rendkívül nehéz kérdés, de röviden válaszolva semmi más nem kellett, tenni, mint visszatérni oda, ami a középkorban még megvolt. Nyilván nem a egy időutazás értelmével, tehát nem azt mondom, hogy most akkor üljünk lóra és fatengelyes szekérrel menjünk, de a szellem és lényegi értelemben a középkorban még megvolt keresztény tanítás, az tulajdonképpen adekvátnak tekinthető ebből a lényegi szempontból. Tehát hogy ezt milyen világi ambíciókkal társul, ezt most hagyjuk, tehát próbáljunk meg a, az eredeti lényegre és a megfelelő formára koncentrálni. Na most ezzel kapcsolatban azért van egy elég rossz hírem, hogyha egy ilyen, ilyen és ilyen kvalitású papi személy fellépne, akkor az nem biztos, hogy sokáig húzná egy házon belül, hiszen nagyon sokszor halljuk azt, hogy, hogy a nem mainstream, egyházi mainstream, mel egyetértő személyeket azokat gyakorlatilag ex exkommunikálnak, tehát kiközösítenek. Mond, csak egy példát mondva, hogy a második Vatikáni zsinat során amikor nem kevesebb történt, mint a imának az, az irányát 180 fokkal sikerült megfordítani. Tehát korábban ugye az oltár felé, Isten felé imádkozott a pap, mint egy a híveknek az élén. Ez ugye 180 fokkal megfordították, és nem Isten felé, nem a centrum felé, hanem a kiárat felé gyakorlatilag műsort kezdett adni a pap. Most nyilván ez már a bizonyos értelemben megváltozott, már nem veszik olyan szigorúan, tehát a, régi rítusú misét is lehet celebrálni, de azért, hogy ott a második vatikáni zsinat alatt, a 20. század, 1960-as évekről van szó, tehát, hogy ott mi ment végbe, az szimbolikusan elég jó kifejezi ez az irányváltás. Tehát ez a 180 fokos irányváltás. És hát Le Fabre püspök, aki ezt nem fogadta el, tehát azt mondta, hogy az ez eretnekség, ezzel nem, tehát ez és megtartotta az eredeti irányt, tehát ezt kapásból kiközösítették, tehát gyakorlatilag nem túlzottan jól járt ezzel, hogy magát tartotta az eredeti hagyományhoz. Ez csak egyetlen példa, de, de sajnos az a helyzet, hogy aki nem ért egyet a modernizációs törekvésekkel az egyházon belül, annak nem nagyon maradt helye magán a szervezetem belül. Tehát ez sakmat, hiszen ennek a szervezetnek kellene az élé élére állnia a a szellemi restaurációs mozgalomnak, de hát sajnos úgy látjuk, hogy a hívek azok pásztor nélkül vannak, így módon ez a végtelen téveigés, ami folyik, és ez az az inség, amit az előbbi kérdésedben említette, hogy hát bizony szükség lenne az, hogy az életünkben mi az a ritus, amit nap mint nap meg kell csinálni, az üdvözülés, azt ki fogja megmutatni, ki fogja megtanítani, ki fogja gyakorlatilag példával előrevetíteni az emberek számára. Magyarországon ugye ezer éve van kereszténység, de hogy körülbelül a 16-17. századig ugye a kötelező templomba járás hogy nem ért semmit, hiszen a hívek nem igazán értették magát a misét, mert hát latinul szóltak hozzájuk. Ugye a legnagyobb része ugye a freskókon, falfesményeken, vagy talán még esetleg az énekeken keresztül jöhetett. A, hogy tört? ténhetett ez. Mi volt az értelme ennek? Ez majdnem 600 év. De az, hogy a latin, tehát minden tradíciónak van egy szakrális, szent nyelve. Tehát ez a kereszténység esetében egyrésztről az ógörög nyelv, másrésztről ugye a latin. Tehát a bulgáta, a, a új szövetségnek a leginkább elfogadott formája, ennek az a neve, hogy vulgáta. Szent Jeromushoz kötődik a fordítása, ez tulajdonképpen latin nyelvű, de görög nyelv is nagyon fontos szerepet játszik. Most én ugye elég régóta, 30 éve foglalkozok szövegfordításokkal, tehát tudom azt, hogy egy szövegnek egy nemzeti nyelvre való lefordítása, az még hogyha igen kiválóak a fordítók, és nagyon sok és nagyon lényeges tartalmak elveszítésével jár együtt. Ez korábban tilos volt, tehát nem engedték meg azt, hogy az eredeti, az kinyilatkoztatás eredeti nyelvét azt bármilyen másra megváltoztassák, mert az volt a, a hozzáállás, hogy a, aki akarja, azt tanulja meg ezt a nyelvet, nem olyan lehetetlen. Tehát az Európában a latin nyelv az olyan szinten alap és általános volt, hogy aki iskolát végzett, az teljesen elvárható De Magyarországon talán a 20. század első feleik hivatalos vagy kötelező nyelv, ott tanították mindenütt, tehát nem gondolom, hogy ez olyan rettenetes kritérium. Hát az egyszerű nép, amelyik nem tudott eljutni odáig, hogy megtanuljanak akár alámi szinten latinó, annak pedig valamilyen más formában kellett átadni a tanítást. Ez volt ugye többek között a szentmise Mise ünnepélyes formája, hogy mondod az egyházi énekek, valami átjött, illetve hát a képi áprázolásokból, és tulajdonképpen az egyszerű népnek ez elég is volt. Tehát én nem gondolom, hogy az volt itt a probléma, hogy nem értették meg a tanítást, mert aki kérdezett, az talált is választ. Tehát a pap, a plébános, a püspök, tehát ezt, ezt el tudta el kellett magyarázni. Itt valahogy a destrukció az mélyebben zajlott, tehát ami igazából a kereszténység hanyatlásához vezet ez egy olyan általános világtendencia, elsősorban a nyugaton kezdődő, ami a hagyomány, mondjuk így, hogy, hogy univerzális háttérbeszorolása és elveszítődésének a, a tragédiája. Ami aztán elvezetett ahhoz a nyugati típusú modernitáshoz, amiben ugye jelenleg élünk, és ami egy szellem, gyakorlatilag teljes szellemi lelki halált jelent. Azok számára, akik egyáltalán felbírják fogni, hogy ezek a kifejezések mit jelentenek. A Pozsanyi csatában ott a magyarokat ki akarták írtani, volt egy ilyen kinyilatkoztatás. És ez annak köszönhető, hogy a magyarság nem akart fejet hajtani a kereszténységnek, vagy ez abszolút gazdaságpolitikai volt? <laughs> is, is, az is, is, Tehát kétségtelen úgy tűnik, hogy a nyugat az, nyugatnak nagyon huzamos és húzamos ideig, és tartósan csíptük a szemét. Tehát az, ami a nemzetünk ellen lefolyt az elmúlt ezer évben, az valami egészen hihetetlen drámai döbbenet. Tényleg úgy tűnik, hogyha minket mindenki el akart volna tenni a lából, de hál' Istennek ez nem sikerült neki. Tehát oly olyan offenzívákat állítottunk meg, ami valójában a csodaszámba megy. Tehát, hogy csak egyetlen egy példát mondjuk, ami egészen döbbenetes, tehát, hogy az a Mehmed szultán, aki a világ legerősebb erődítményének és hatalmi központjának tekinthető Konstantinápolyt, ugye a bizánci birodalom fővárosát az bevette, gyakorlatilag, amit elfoglalhatatlannak tekintettek, azt néhány évvel később, még a saját életébe, fehérvárnál Hunyadi János rammá verte. Tehát, hogy, 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 olyan haditetteink vannak, amik tényleg világra szólók, és hát ezt, ezt, azért lehet, hogy egy kicsit jobban el kellene mélyíteni magunkban, hogy valójában nem a balsósok itt régen tép mentalitás kellene itt minden áron és állandóan elővennünk, hanem az óriás, óriási jelentőségű tetteket, amelyek hát bár megfogyva, kétségtelen megfogyva, hiszen Trianonban sajnos az ország kétharmadát elveszítettük, de hát, hogy itt vagyunk, az valójában egy, tényleg egy szó szerint egy csoda, hogy még itt vagyunk. A kereszténység a már ugye a középkorban olyan tetteket hajtott végre, ami nagyon-nagyon-nagyon távol áll már a Jézusi tanításoktól ezek hogy történhettek? Gondolok itt a, az inkvizícióra, a keresztes háborúkra. Mennyire volt ez, ez keresztény tett? Hát euh, igazából a, azt mondtuk, tehát a kezdettől való eltávolodás az egy folyamatos történés. És euh, bár az inkvizíció töredék Két hajtotta végre annak, amit mondjuk a stalini gulágon végrehajtottak, és jóval kisebb kiterjedettségű dolog volt, mint ami. ami, Tehát ez egy felnagyítás eredménye, de kétségtelenül egészen sötét dolgok is történtek. Tehát bizonyára voltak elvetemült gonosztevők is, akiket a. a, a az inkvizíció mágiára küldött, de, de egészen kiváló embereket is sajnos. Tehát csak egy példát mondjuk, mondjuk Mihailus szervétus, amit ugye magyarul úgy hívunk, hogy szervét Mihály, szervét Mihály, aki egy egészen kiváló alak volt, tehát a kora egyik legnagyobb orvosa, ő az, aki a kisvérkört felfedezte például, de, de olyan teológus és egyház tudós volt, aki hát akkor Riban ugye példanélkül álló módon tökéletesen tudott arabul, és ismerte a Koránt, és hát abból, amiket ugye levont, az nagyon-nagyon-nagyon nem tetszett az egyháznak. Ráadásul Calvin barátja volt, Calvinnal megosztott nagyon sok mindent, amit a Koránból és az iszlámból ő ugye az arab nyelvtudása révén megszerzett, Hát végül sajnos is az inkvizíció mágiáján végezte. Kifejezetten olyan alakról van szó, akit azonnal rehabilitálni kellene. Ezzel szemben az emberek még a nevét se hallották általában soha. Nos, hogy ennek, vagy a keresztes háborúkat mondott, hát a keresztes háborúk ugye megint csak az iszlám, tehát hogy megjelenik valami nagyon-nagyon zavaró dolog itt a képbe, hogy jön egy olyan új kinyilatkoztatás, ami azt mondja, hogy Isten, Isten által kinyilatkoztatott doktrinát, vagyis a Szent Koránt képviseli, ami hát akkor hogy lehet? Tehát most gondoljunk bele, hogy itt van Jézus Krisztus és a Biblia, és akkor ami a tökéletes vallás, és ami az egyetlen üdvözítő, és akkor itt most megjelenik valami olyan, ami, hát finom a szó, nem fér a képbe. Uh -huh. Úgyhogy ez óvatatlan volt, hogy ezt vagy elismerik, és felveszik a tanítások körébe, és most nem ez történt, hanem szembefordultak vele, borítékolva voltak az évszázados háborúk. Tehát én nem gondolom, hogy pro és kontra ez a vallás lényegéhez tartozna. Tehát az, hogy visszaszerezni a Szentföldet, tehát lehetnek ezek szép lovagi ambíciók, és adott esetben ezek pozitíve is megélhetők, hiszen ha arra gondolunk, hogy az előbb említett templomos lovagrendek és az izmailit, a szufi lovagok miközben nappal megütköztek életre halál a csatamezőn, este pedig tulajdonképpen baráti viszonyban voltak, ami mai ember számára megint felfoghatatlan szinte, ez a lovagiasság. Azt mondom, hogy megjelenhettek akár egy ilyen élethalál küzdelemben is pozitív szellemi lehetőség, de hát azért azt ne, ne, ne kerteljünk, itt valójában hatalmi ambíciókról volt szó, Döntően főleg azok részéről, akik ezeket a hadseregeket ugye elküldték ezekbe a vállalkozásokba. Úgyhogy hát sajnos, tehát ez óvatatlan, amit mondtam, hogy a kezdettől való eltávolodás olyan alászállásokat szül, amelyek aztán visszázsak, és az emberek elkezdenek szépen ettől elfordulni, mert hát azt gondolják, hogy ez nem az, aminek kelleni, lennie kellene. A bibliai teremtéstörténet a, a szimbolikáját nézve, ugye a, Ádám és Éva ugye leszakítja az almát, és eszik a tudás fájáról, majd kiüzettetik az édenből. És um, valahogy számomra ez az egész ugyanlem, uh, hogy maga a kereszténység uh, szimbolikusan ugyan, de szeretné azt, hogy én ne tudjak. Mert hogy a tudás bűn. Ezt én jól látom? Ja, azt gondolom, hogy nem, ez a, nem ez, a, lényeg ennek a mítosznak, hogy a kereszténység nem szeretné, hogy tudjak. Itt valójában a, az, ami megjelenik ebben a szimból, ugye itt három fa van. Az egyik az életfája, ami a paradicsom középpontjában áll, és jöttő jobbra és balra jó és a rossz tudásának a fáját, egy három fáról van szó szimbolikusan. Tehát, hogy egy olyan tudásnak a megszerzése, vagy megkapása, vagy egy olyan tudásra rá döbbenésről van szó eredetileg, amely az egység állapotából a kettősségbe való kizuhanást akarja kifejezni. Tehát az, hogy az ember egyrésztről elveszíti önön eredeti identitását, ami az az mi az eredeti identitása. Egy olyan egyetemes identitás, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve és ezáltal nincs más feladata, ugye ezt mondja a bibliai mítosz, mint hogy a kertben gyakorlatilag a kertet ápolja, és folyamatosan Isten felé forduló szakrális életet éljen. De amikor ez a ontológiai bukás, ez a bukás bekövetkezik, ez a bűnbeesés vagy bukás bekövetkezik, ezt lehet szimbolikusan úgy kifejezni, hogy az egységtudás az ketté válik, és a kifelé fordulás kezdi meghatározni az emberi egzisztenciát, vagy a tudati irányulást, még jobb így fejezni. A tudat önnön centruma felé fordul, vagy pedig kifordul, és az objektivitások, tehát a tárgyasult világok, a tárgyasult világnak a különböző formája azok, amik elkezdik őt megragadni, és elkezd gravitálódni kifelé. ez a bűnbeesésnek a lényege és ráébred önnön testi létére, ugye akkor elszégyelte magát, és akkor a paradicsom fájénak leveléből ruhát eszkábált magának. Tehát, hogy egy, egy, olyan kifordulás megy végbe, a tudat centrumából való kifordulás, aminek aztán a következménye nem kevesebb, mint az, hogy az ember meg fog halni. Tehát, hogy gyakorlatilag ennek, a, ennek az önelveszítésnek a végső tragikus következménye maga a halál. És ebből a halálból, mint, mint végzetes drámából, éppen Jézus opusza, Jézus tette, Jézus rituális tette mutatja meg a kiutat. Ugye ne felejtsük el, hogy Jézust a Golgota hegyén feszítették keresztre, a keresztény tanítás értelmében. A Golgota pedig koponyát jelent, és az ábrázolásokban szokott lenni a Jézus keresztje alatt egy koponya, ami... Ádámnak a koponyája. Nagyon fontos. Tehát, hogy az első embernek a koponyája, vagyis az a bűneset, ez egy ontológiai és egzisztenciális bűn, nem olyan bűn, hogy kriminalisztikai értelemben vett bűn. Tehát ez a tudati kifelé fordulás, amit Ádám meglépett, az tulajdonképpen Jézusnak az opuszával, vagy Jézus Imitáció Krisztus Jézusnak a követésével számolható fel. Ezt fejezi ki szimbolikusan az, hogy Jézus keresztjének a lábánál ott van Ádám koponyája. Az alapvető probléma, most, hogy már ide elértünk a modern korban, hogy a középponttól eltávolodva lényegében az történik, hogy egyre inkább a külvilág lesz az elsődleges, és a külvilág impulzusaira adott reakció határoz meg engem, mint embert, és nem, nem, történik találkozás önmagammal, mert nem történhet, mert annyira kint élek, és így ez már magával, ez lesz a szellemi pusztulás alapja? Tulajdonképpen igen, így is meg lehet fogalmazni. Valójában erről van szó, hogy a tudat, a tudat funkciók, három tudat a gondolkozás, érzés és az akarás, ez a három Tehát, hogy a tudatfunkciók funkciók azok súlyosan alászállott és elveszített állapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy a, hogy például vegyük a gondolkozást, kifejezetten csak a tudati objektivitások, tehát a külső tárgyi világokkal kapcsolatos ilyen vekengésekkel, probléma megoldó jellegű gondolkozással foglalkozik. Tehát ennek az a következménye, hogyha a tudat erre van ráva, hogy csak a külső érzékszervi észlelésben feltároló világ az, ami az összes tudatfunkciómat folyamatosan leköti, kivéve talán, amikor alszik az illető, akkor a tudat külső objektív világnak a megsemmisülése, ami ugye a halál közeli állapotban megindul és a halálban bekövetkezik, az valójában az ember teljes elveszítését jelenti. Tehát, hogyha a tudat nincs, és ez volt valamikor a beavatásnak, amit úgy neveztek, hogy beavatás a lényege, hogy a kifelé forduló tudatnak a visszafordítása centrum a felé. Tehát, hogy ne csak a külső világgal, hanem tulajdonképpen a, nem az, hogy belső világommal, mert az is ugyanígy jelenik, meg csak egy szubtilis értelemben, nem, itt a, tulajdonképpen a tudatnak és ezáltal a létnek a centruma felé való fordulásról van szó. Pontosan a felé fordulás, amiben az, amit például az ima, amiről az előbb beszéltünk, hivatott rituálisan végrehajtani az ember által, vagy az emberben. Tehát ez lenne egyébként a megtérésnek az eredeti értelme. Tehát a megtérés az nem egy olyan szentimentális valami, hogy akkor most beleszédült az illető valamelyik szektába, és akkor az ismerősei mondják, hogy na, ő megtért, ez, ez, ez stupid valami. Amiről szó van az, hogy a tudat irányulása egy konverzió, ez a megtérés, megfordulás, kon, vagy metanoia görögül, megfordul, és nem a, a halálvilága, ami úgyis el fog múlni, a felé irányul a tudat, hanem visszafordul nem ön centrum a felé, és elkezd tulajdonképpen a megfelelő irányba haladni. Abba az irányba, hogy az eredeti állapot, ami a beszélgetés kezdetén beszéltünk. Ez a med Vagy a, a szanszkritul a hindú tradíció, úgy mondják, hogy vipárjálja, hogy az ember kifordultságban él. És a vipari vipárjája, tehát a megfordulás megfordítása az, ami az eredeti irányulást helyreállítja, és a megfelelő orientációt az ember számára visszaadja. Úgyhogy ez a, ez a bűnesetnek, a bűnbensésnek az egyik ilyen, mondjuk így, hogy a tudat irányulásának vonatkozásába való lehetséges megfogalmazása. De uh -huh. Jézus tanításaiban is alapvető probléma volt, ugye a, a földi javak halmozása, a túlzott szexualitás, a, a gyűlölet, és ugye a túlzott versengés, hogy hogy... Ezek örök dolgok. Ezek tehát, örök ez dolgok. Sajnos, igen, tehát ez... De lehet azt mondani, igen, hogy ez is ott alapvető probléma volt. Mert hogy ezek borzasztóan kifele viszik az embernek a figyelmét. És nem csak kiviszik az ember figyelmét, hanem azt a szellemi energiát, ami amivel arra lenne képes, hogy, hogy, egy magasabb energia szintre lépjen, az szinte majd, hogy nem elégetik ezek a tettek. Mondjuk így, igen. Tehát ezzel nyilvánvalóan nem. De az, hogy az ember irigy lesz, gonosz, csalni, lopni kezd, paráználkodik és egyebek, az mind következmény. Tehát az a következmény, tehát ott már olyan súlyos a tudati destrukció, a pusztulás és a tudatnak a Alászállás, az éberségének a lecsökkenése, aminek ezek tulajdonképpen a végső következményei. Ha a tudat megfordul és beáll a megfelelő irányba, ami egyébként maga a papi feladat lenne az emberek számára, ezt megadni, ezt a lehetőséget, és megmutatni ennek a módját, tehát ha ez megtörténik, akkor ezek mondhatni úgy, hogy maguktól, hát idézőjelbe, de maguktól elszámolnak. Tehát aki úgy él, hogy tudja azt, és ezt a keleti országokban, tehát az iszlám, jártam többször az iszlám országban, ezt még ma is nagyon szépen meg lehet figyelni, tömegek esetében, nem magasan iskolázott embereknél, hanem tömegek esetében, ahol még megvan a túlvilági lét tudata, ott egészen más az általános mentalitás. Tehát mondok egy példát, bemész egy élelmiszer, vagy egy, 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 vendéglőbe, ahol rendelsz magadnak valami ételt, akkor itt minálunk nálunk általában az megy, hogy meg is csinálják normálisan, de hát hasznot kell rajta valahogy realizálni, megveszik a legolcsóbb alapanyagokat, és akkor abból neked összerakják, aztán hogy megeszed, és jól van. Most kint egészen, tehát itt, itt a pénz, tehát a profit megszerzése az alap. Kint egészen máshogy működik, amikor te oda mondjuk egy gyroszárushoz, akkor ő nem azt látja benned, hogy te mennyi pénzt fogsz nála ott hagyni elsősorban, hanem egy lehetőséget lát, amit Isten adott neki arra, hogy veled kapcsolatban egy szolgálatot hajtson végre. Egy lehetőséget lát abba, hogy ő az adásba beletéve a legjobb szándékát és a tudását, egy olyan üdvözítő apró, de üdvözítő cselekedetet tudjon végrehajtani, ami által végül a végső elszámolásnál, a halál pillanatában, ő valami olyan állapotba juthat, ami aztán pozitív végkifejlettel kecsegtet. Tehát, hogy, hogy még a leghétköznapibb szituációban is óriási különbség van a között, hogy mi van az ember szemléleti hátterében. És ezért mondom azt, hogy a halál szem előtt tart, és egyetem halálkultusz, hogy ezt teljesen hülyén értelmezik, hanem ez pontosan a valódi élet. Az, a Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az élet is. Az élet is, mert hogyha valójában a végső igazság fel van ismerve, abból következik az is, hogy hogyan kell élni. És a, ha halál, mint, mint az igazság fénye, ott van a tudatban, tehát tudod azt, hogy a halál pillanatban el kell, hogy számolj, és ez, ez eleven az a tudat, akkor minden pillanatot az életedben annak jegyében fogsz élni, és nem fogsz gazemberségeket elkövetni, mert nem másokkal fogsz ezáltal kiszórni, hanem elsősorban saját magaddal. Ez neked lesz rossz végül. Az, hogy másoknak ártasz, az, az, is nyilván nagyon súlyos, de a másoknak ártás az végül is saját magadnak ártás. Ezt kellene ugye felismerni ebbe, és ebbe segíthet ugye nagyon erősen az, hogyha a túlvilág tudata az utolsó nap, és a túlvilág tudata az eleve. A másoknak való ártás vagy a hazugságok, azok nyilván a, az életben, hogyha kívülről nézzük, rövid távon ugye lehetnek prosperálóak, mert, mert kívülről tényleg úgy néz ki. Csak hogy valójában ezek akkor a, a fejlődést, az egyén fejlődését gátolják? Természetesen. Tehát itt, amikor 90-ben kialakult ez a rablókapitalizmus, a csodálatos szocializmusnak a bevégződésével, akkor ugye emberekkel úgy szaladt meg a ló, hogy azt gondolták, hogy itt aztán minden szabad. És hát az nyitott szemmel jár az ember, az látja, hogy ezek olyan csúnya a tönkremenetelek és pofára esés. Már ebben a világban. Tehát még most nem is a túlvilági következményekről beszélünk. Tehát már a méltó büntetésüket ebben a világban is nagyon sokan elnyerték, és hát azok, akik talpon maradtak ebben a, ebben a szabad kapitalizmusban, azért, ha most 30 év távlatából megvizsgáljuk, az olyanok voltak, akik mondjuk ismerték a becsületet, meg legalább ilyen üzleti szinten, hogyha azt mondom, hogy így, akkor így, ha meg azt mondom, hogy úgy, akkor úgy. Tehát valóban nagyon jól mondod, a rövid távon lehet szélhámoskodni, az adott esetben nagy előnyökkel és hasznokkal jár, de az ez ez mindig mindig rendkívül negatív következményekkel jár. Egyrésztről azért, mert megakadályozza, hogy az ember a szellemi úton egyáltalán, mert nyilván ezen szinten nincs szó szellemi. De hogy bármilyen értelemben tovább léphessen, ez mindig rossz, rossz sorsot szül, mindig lefelé viszi az embert, amíg legalább a tisztesség, persze hát az a probléma, hogy a tisztességnek is kellene érteni az okát, hogy miért jó az igazából. És hogy mindennek az értelmét azt fogja megadni, és most nem állandóan erre akar, nem lovagolni akarok ezen, mint valami monománián, de igazából az eredet igazi értelmét ennek is az adja meg, hogy tudom azt, hogy végső soron csak magammal fogok kiszúrni, hogyha ezt nem jól csinálom. Mert a halál pillanata mindenkinek minden pillanatban közelebb jön. És ezt nem lehet elkerülni. Tehát ez erre érdemes mindig mindenkit figyelmeztetni, hogy ezt még senki nem került, -e, és hogy ott az ember le tudja csukni a szemét. És ne úgy halljon meg, mint sokan. Volt olyan ismerősöm, jártam be begyógyászatra, volt alkalmam látni haldokló embereket. Egészen döbbenetes, hogy az utolsó pillanatban is az általa ne, nem ismert vadidegen nővérke kezét próbálja markolászni, hogy még valami ehhez a világhoz kösse, mert egyszer nem tud meghalni. Olyan rettegés van, olyan félelem van benne, hogy nem tud meghalni, mert hát ugye későn kezdett el azon gondolkozni, hogy bizony egyszer vége lesz mindennek. Hm. És ezt még senki nem került el. És nagyon kevesen, sajnos egyre kevesebben vannak azok, akik békés, nyugodt, derült arccal tudják az utolsó pillanatban lehújni a szemét, ami hát azért egy óriási eredmény. És ha ez nincs meg, akkor az ember akármit ért el az életbe, az valójában semmit nem fog érni. Akkor rá fog jönni legkésőbb mindenki. Nagyon, tehát teológusként nyilván rengeteget foglalkoztál az Istennel, meg is Isten létezésével, formájával. ennyi idő után maga ez a, ez a kinyilatkoztatás, hogy Isten, ez, ez hogy állt össze benned? Van külön előadásom, úgyhogy ezt most nem mondanám el, akit érdekel, hogy Isten és az Istenséggel kapcsolatos felfogások egy YouTube csatornámon megtalálható, de nagyon röviden, tehát az Isten felfogásoknak hierarchikus szintjei vannak. Tehát a hierarchia azt jelenti, hogy szent uralmi rend. Tehát vannak, ezek igazságok, de vannak, amik kevésbé lényegre törően fogalmazzák meg a lényeget, illetve vannak olyanok, amelyek egy kicsit tehát folyamatosan haladva a legcentrálisabb megragadása a lényegnek. Tehát az Isten felfogások hierarchikusan tagoltak, és itt ami az alapvető különbség, ami a tradíciók világában megjelent mondjuk az elmúlt évezredekben, az, és ez a döntő, hogy az istenséget azt valami önmagamhoz képest teljesen másként ragadom meg, tehát, hogy Isten teljesen más. ez úgy, úgy mondjuk ezt, hogy heteroteizmus, Isten teljesen más. vagy és az elsősorban a keleten a hindu doktrinák, azon belül az Advaita Védanta tanításaiban megjelenik, az, amit úgy lehetne mondani, hogy autoteizmus, hogy Isten első és végső lényegemmel voltaképpen azonos. Nem személyes szintű, természetesen, hanem első és végső lényegem az tulajdonképpen maga az, amit az Istenség centrális felfogása jelent. Ez az autoteizmus, és az autoteisztikus állásfoglalás, és a heteroteisztikus állásfoglalások között valójában egy nagyon komoly szakadék van, és Európában például szinte példanélküli, tehát itt nem nagyon vannak olyan tanítások, amelyek a heteroteizmus köréből kilépnek. De azért van, hiszen csak egy példát mondjak, Mészterek Hárt, aki szerény véleményem szerint a legnagyobb katolikus és keresztény teológus, őneki vannak kifejezetten ebben kapcsolatos meglátása is, amit hát mintha nem is létezne, sőt, hát ugye Mészterek Hártot vagy Eghárt Mester még tulajdonképpen eredetmegségi perbe is fogták irigyei és rosszakarói. Aztán természetesen felmentették, hála Istennek. No, de ez olyan, mint a fehér holó sajnos Európában. Ha maga, akkor ez az egész Isten fogalmat amúgy mindenkinek magába kéne keresni és helyre tenni? Nyilvánvalóan, de nem önkényes módon. Uh -huh. Tehát vannak muszlim ismerőseim, akik mondják azt, hogy megkérdezik itt Európában az európai fiatalokat, vagy embereket, hogy ők vallásosak-e. És akkor, ja persze, hiszek Istenbe, majd vágja rá a legtöbb, és akkor megkérdezi, na jó, de hogy? Hát úgy a magam módján. Uh -huh. Na most ez, ez mondjuk az iszlám szempontjából, ez a magam módján, ez azt jelenti, hogy sehogy. Ez a magam módja, hogy én akkor kitalálom ezt, meg azt, meg amaszt, meg összegyúrok egy kicsit ebből, abból, amabból, meg a saját fejem után, szóval ez, ez, ez körülbelül semmi. Tehát ahhoz, hogy itt megfelelő fogalmakat lehessen kialakítani ezzel kapcsolatban, bár nyilvánvalóan óriási egyéni erőfeszítésekre van szükség, de kifejezetten tradicionális vonalmezetés mentén, tehát az eredeti tanítások, lényegét, és mondjuk így, hogy ortodoxiáját nagyon szigorúan betartva, mert az egyéni eltévedések lehetősége az gyakorlatilag partalan. Tehát olyan hülyeségeket lehet ebben a vonatkozásban realizálni, aminek a következménye hát minden csak nem pozitívum. Magának az a iszlámvallású államoknak az erejét ez adja, hogy ő nekik ennyire erőteljesek a vallási rítusaik, és ez egyfajta társadalmi kohéziót ad nekik? Ezért igen. tudnak, ezért fognak tudni mondjuk akár Európán is uralmat gyakorolni esetleg? Azt nem tudom, hogy Európán fognak-e, szerintem nem, de igen, tehát a kérdésed első részre egyértelműen igen a válasz. Sajnos nem ismerik az emberek az iszlám világot, nem hajlandók ezek, pedig gyakorlatilag légvonalban 1200 kilométerre van Isztambul, ami azért kifejezetten szignifikáns ebből a vonatkozásból. Valóban, tehát olyan szinten hatja át még mindig a hétköznapi életet a vallásosság, mint hogyha mondjuk itt 3-400, de lehet, hogy több évszázaddal korábbi állapotot vennénk, és ezt most pozitíve mondom hiszen én ugye nem evolúcionisztikusan és nem progresszió mentén gondolom el a dolgokat. Tehát, és ez egy olyan erő, olyan társadalmi erő, ami hát megdöbbentő. Tehát én olyan dolgokat, mondjuk, megint mondjak egy példát, ugye itt a pre-covid érában ugye van az az úgynevezett szombatesti láz, ami hát ez már csak egy szombat délután 6 óra körül a levegő izzik, és egy nagyon szinte a démonok elkezdenek feláradni a föld alól, tehát ez vibrál minden. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mondjuk ez egy török városban, ez 2019-ben ez hogy bontakozik ki, és ezt egy elfogulatlanul figyel, semmi. Uh -huh. Tehát olyan vég, mondjuk egy, egy hát az ő Isztambulban hányan laknak? Mondjuk 20 millióan, tehát kétszer, mint Magyarországon és a teljes békés nyugalom szombat Tehát ez olyan döbbenetes, csak ez az egy példa, hogy ez az őrület, ami mondjuk itt egy szombatesti láz formájában kirobban, gyakorlatilag állandó, most nem, minden rosszban van valami jó, az ott teljesen ismeretlen. És, és nem az éme, hogy ezek le vannak tiltva, vagy ilyen hülyeségek, hanem azért, az egész társam teljesen más, hogy éli át önmagát. Tehát nincs ez, a, ez, a, ez, az, ez az agyrémszerű ilyen beleájulás gyakorlatilag a Szóval, hogy, hogy ez csak egy nagyon egyszerű kis példa, de az egész törvénykezést, a mentalitás nagyon nagy mértékben áthatja a mai napig, és ez hát kétségtelen egy óriási erőt ad, közösséget ad. Egy másik példát mondjuk, mondta egy ismerősöm, hogy amikor az apukája egy kis vidéki városban lakik, amikor felmegy Isztan, 70 éves a bácsi, 70 feletti, felmegy Isztambulba, ugye a nagyvárosba, akkor az első dolga, hogy elmegy a mecsetbe, és fél órán belül ötven barátja van. Ami hát döbbenetes. Tehát ismeretlen a magány, ami ugye a nyugati. És miért? Azért, mert nem a tévéműsorról, tehát hogy győzik meg Lagzi lajcsi, mit csinált, nem arról beszélgetnek, hanem a vallásról beszélgetnek. Annak a, annak a belső átéléseiről csodálatos mélységek és dimenziók nyílnak meg, és azonnal egymásra találnak benne. Tehát, hogy még van közösség, mert van közös világ, van közös, közös létélmény van közös alap, pedig hát a modernitások is dübörög. Úgyhogy ezek egész apró dolgok, de ha belegondol az ember, hogy ez mit jelent, az elég, elég megdöbbentő különbségeket jelent a mai napig. A bűnözés az a mai, ilyen értelemben alig van, tehát hogy, hogy mondták, hogy a dolgainkat nyugodtan ott hagyhatjuk, mert, mert, nem fogja elvinni senki. Ez, ez, ez hihetetlen. Hmm. És nem egy kis város. Tehát hihetetlen. Tehát az, hogy az, hogy volt egy bácsika mondjuk egy kis utcába, és ilyen kirakodó árus. És hát figyeltem, hogy este nem, úgy nem zárja el, le se takarta az árut. Tehát úgy megy haza, hogy ott kinyhagyja az utcán, reggel visszamegy, és hát semmit nem vittek el éjszaka. De ez, szóval ezek, hm. ezek nem irodásokat, ezeket a saját szememmel láttam. Ez a, ahogy nagyon érdekes, hogy ezt felvetetted, mert hogy itt a nagy modernitásban ez az elképesztő elmagányosodás, ez népbetegségünké vált. Tehát, hogy, hogy. hogy én is átéltem ezt a hatalmas magány, pedig... És én... akkor mi van az öregekkel? Igen. Bele. Én, én egy nagyon közösségi vagyok, annyira, hogy közösségépítő is vagyok. De hogy én is szembesültem ezzel az atomizációval, és nem látok belőle annyira nagyon kiutat. Tehát, hogy nem, 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 láttam lehetőségeket, mert ugye megint mik vannak látszat lehetőségek? A, a, a social media az egy látszat lehetőség. pont a mélységében nem éltem át az hogy, az, hogy találkozzunk, az, hogy emberi valós interakció legyen, hogy, hogy mély beszélgetések legyenek. Hogy, hogy, én ezt sajnáltam nagyon, hogy minden olyan csak ízesített. Teljesen egyetérték. sajnos ez van, ez egy dráma. Ebből, tehát nyilván látjuk most már, hogy a, a, a kereszténység tud még még fordulni, meg lehet ezt még újítani, vagy. Hát, de ezt én nem érzem tisztemnek, hogy ezt mondjam. A, 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 egy nagyon súlyos negatívumot nem, inkább nem mondanék. Úgyhogy, hát, finoman fogalmazva, nem, nem valószínű. Tehát, a modern, antitradíciót, hagyomány ellenes nyugat olyan erejű valóság, ami eddig mindent elemésztett. Hát éppen ezért mondom azt, hogy itt mondják, hogy jön az islamizáció. Tehát az iszlám bár kicsit nagy erejű tradíció mai napig, ahogy az előbb próbáltam ecsetelni vagy vázolni. De ezt is, ha alaposabban megvizsgáljuk, és ezt is személyes tapasztalataimból mondom, hogy amikor megérkezik ide az úgynevezett muszlim bevándorló, nem ide, hanem elsősorban Nyugat-Európában, Németországban, akkor bár lehet, hogy továbbra is eljár imádkozni meg, nem tudom micsoda, de egy statisztika érde, másfél éven belül lényegében elveszíti a vallásosságát, és már lehet, hogy a külső szokásai megmaradnak, de az antitradicionális nyugati mentalitás, ami ugye gyakorlati materializmust jelent elsősorban, az olyan erejű valami, hogy az gyakorlatilag elsöpri az összes vallási szemléletet. Aztán persze, ami megmarad belőle, az olyan diszonanciákat, diszharmóniákat eredményez, hogy hát egyesek ugye robbangatnak, meg autókat gyújtogatnak, meg nem tudom micsoda, de hogy annak már olyan szinten nincs köze az iszlámhoz, meg a valláshoz, hogy az egészen, egészen elajasul dolog annak nevezni. Tehát Nyilván ezt olyanoknak lehet elmondani, akik soha nem látták azt, hogy mi az iszlám valójában, milyen az, amikor az a maga saját világába és úgymond normális körülmények között megnyilvánul. Szóval, hogy nincs, én nem gondolom, hogy lenne iszlamizáció. Ha igen, akkor az nyugati erők által vezérelt valami, egy óriási ilyen false flag, tehát egy ilyen hamiszászlós akció, ami hát ő, nyilvánvalóan kiátszható mondjuk például a kereszténység maradékának és a felszámolására adott esetben, de ilyeneket bőven csinálnak, bizonyos erők és bizonyos körök. De hogy itt is mondjuk egy példát, vannak német barátaim, és ugye no -go tehát hogy muzulmán no -go Mondtam nekik, hogy gyerekek, menjünk már el egy ilyen no -go mert nagyon szeret, hogy az eszembe ne juss hát nem jövünk élve. Hát mondom, jó, egy életem, egy halálom, menjünk. És akkor elmegyünk a no-go mert az első benyomásom az a megdöbbenés, hogy semmi. Tehát nem, hogyha nem mondták volna, hogy ez no -ho szóna, akkor fel se ismerném, mert külsőleg semmiben nem különbözik egy átlag német kisvárostól. Hát annyit láttam, hogy van egy lapos épület, amin egy ilyen picike kis tábla jelzi, hogy ez lenne az a nagyon síres retteget mecset miközben a nógo no közepén egy óriási keresztény templom toronyban egy körülbelül 5 méteres kereszt áll a közepén, és a nógo no nevezett német kisváros emelletti központjában pedig van 5 bolt, ahol muszlimok árulnak dolgokat, ahová hát egy életem, egy halálom, ugye bementem, mondjuk tudom azt, hogy hogy kell köszönni ilyen helyen, mondjuk szállam aleikum, és hát olyan kedvességgel találkoztam, mint amit egyébként mondjuk keleten megszoktam. Tehát, hogyha mi van? Tehát akkor hol van, a, hol van az életveszélyes nógozon? Hát szóval ez, ezek én azt gondolom, hogy most nyilván lehet, hogy nyilván lehet, hogy vannak ennél sokkal keményebb helyek, nem állítom, de én amikor nógozónát kerestem, és ott mondták, hogy ez lesz az, akkor sajnos, vagyis hát szerencsére, de hogy semmi olyannal nem találkoztam, amilyen nagy rettenetes iszlamizációra mutatnak. Úgyhogy én azt gondolom, Márom, hogy ennek nagy része ilyen politikai mm -hmm. és propagandisztikus riogattatás, mert a riogattatás az ugye egyre inkább a politika meghatározó, de mm -hmm. ebbe inkább ne mm. menjünk bele. Mit tanácsolsz azoknak, akik ráébredtek arra, hogy problémás a mostani életük? Hogy és tényleg megvan bennük az akarás arra, hogy változtassanak? Tehát, hogy felismerték a jelen problémáit. Ebből kiutat keresnek. De az előző problémára, ami ennek csak nagyon szűk része, én azt mondom, hogy mindenki menjen el, nézze meg. Tehát ne higgy el, amit mondanak neki. Személyes tapasztalatokra van szükség. Menjen el elfogulatlanul, jó szándékkal, nézzen körül a világba. Majd amikor lehet. Most momentán az lehet. De a lényeg, a válasz lényege, én feltétlenül azt mondom, ez a szó, hogy vissza a tradícióhoz. Minden szinten. Tehát amennyiben a népszokásokhoz és a népi tradícióhoz lehet visszatérni, akkor ahhoz. Ha a tradíciás életvitelhez tud visszatérni valaki, akkor ahhoz. Tehát gondolok itt az önellátással kapcsolatos, gondoljuk el. Tehát az ellátó, a nagy központi ellátó láncolatoknak olyan rabszolgái vagyunk, mindannyian szinte, hogy gyakorlatilag egy vízezárás vagy egy áramkimaradás az beláthatatlan katasztrófákat okoz mert gyakorlatilag a lakótelepeken, vagy akárhol elő ember vizet nem tud inni. Tehát tradíciós életmód. Tehát ahol volt egy kis háztály, ahol megtermelt valami olyan szinten élelmiszert az ember, hogy legalább magának, szóval ilyesmi, nem akarom részletezni. Szellemi szinten pedig hát a nagy metafizikai tradíciókhoz való fordulás, azoknak a lényegének a megértés, és ez alapján elindítani egy olyan önkorrekciós és önrest, önhelyreállító folyamatot, amely ebből az egész spirálszerűen és egyre fenyegetőbben jelentkező nyugatias modernitásból a kiutat meg tudja mutatni az ember számára. Tehát vissza a tradícióhoz ez a röviden, ez a, amit nagyon melegen tudok ajánlani mindenkinek. Milyen, mondjuk milyen szellemi táplálékot ajánlom? Mik azok a könyvek, amik egy nagyon jó kezdet lehet? Hát nyilván ez, ebből sincs általános recept, hiszen a a gondviselés mindenkit máshogy szólít meg. Tehát lehet valakinek egy, egy séta közben egy élmény fordítja meg a gondolkozását, lehet, hogy ez a beszélgetés, lehet, hogy egy könyv. Hát mégis meg kellene neveket nevezni, mondjuk Magyarországon szerintem óriási jelentőségű munkásságot hajtott végre Hanvas Béla. Neki a könyvei irodalmi, csodálatos irodalmi nyelvezetben és közérthető, jól érthető módon vannak megfogalmazva, illetve akire ő hivatkozik, azoknak a mentén el lehet indulni egy olyan irányba, ami tulajdonképpen megfelelően tekinthető. És hát a cél nyilván a tradícióhoz való vissza, a szent könyv, a kinyilatkoztatás, de már nem csak úgy, hogy ilyen émeigős szentimentalizmussal elfogadom, hogy ja, igen, én hívő vagyok, és akkor de jó a Biblia, miközben valójában semmit nem ért belőle a jó ember, hanem akkor egy nagyon komoly mondjuk így, hogy noétikus, tehát ismeretelméleti önfelkészítés révén megragadni, megpróbálni megérteni a tényleg eredeti értelmét, ami mindenképpen segít az embernek. Tehát ha valami segít, akkor ez. Mondják is, hogy olvasd a Szentírást a szeretteidnek vagy barátaidnak, mert az meg fog menteni téged is, meg őket is. Hát nyilván, ha értik, mert ma már mondtam, sajnos nem értik, de ha sikerül oda visszajutni, hogy ezeknek az értelme megvan, akkor az feltétlenül megmentő erejük hogy, hogy veszi észre amúgy egy ember, hogy ilyen terű, mondjuk pozitív változás indul el benne? Hát ezt mindenképpen észre kell, hogy vegyem, mert az egész világ megfordul körülött, elsősorban a belső értelemben. Tehát értékek, átértékelődése megy végbe, a korábbi fontos dolgok elveszítik jelentőségüket. Tehát ezt azt gondolom, hogy ha ez nem észleli, hogy valami alapvetően megváltozott, akkor igazából nem történt vele semmi, ami lényegesnek lehetne nevezni. Tehát ez mint egy a kérdés magába hordozza a választ. Magyarul, ha egy lényegi megfordulás történik, egy értésből következően, vagy egy érint, egy metafizikai érintésből következően, annak azért megvannak a megfelelő, megfelelő hozadékai, úgymond az ember életében. A um... Harcművészetek ilyen téren mennyire tekinthetők vallásnak? Hát vallásnak nem tekinthetőek, de a tradíció szerves részének azt gondolom, hogyha megfelelőképpen vannak gyakorolva. Ugye itt is a kúrszó az, hogy ez most modern módon van megragadva, vagy tradicionálisan. Tehát ha tradicionálisan van megragadva, akkor feltétlenül hordoznak magukban a lehetőség, és nem csak etikai, mert etikai jelentőség is óriási. Tehát az, hogy a fiatalok eljárnak egy közösségbe, ott rendet, fegyelmet tanulnak, van hierarchia, van az, hogy aki előttem jár, az tisztelettel folytat. Tehát ezek az etikai részei óriási jelentőségű, de nem csak erről van szó, hanem például olyan metafizikai mélységekről, amit az előbb a káták gyakorlása közben mondtunk. Tehát, hogy a, akár, hogyha ezt komolyan, komolyan, értve gyakorolja az ember, akkor még a, egészen a végső felkészülés vonatkozásában. Tehát, hogy a a halálra való felkészülés vonatkozásában is tud számára lehetőségeket realizálni. Ehhez persze nagyon komolyan kell csinálni, és eközben a legfontosabb azon túl, hogy a formákat elsajátítja az ember, legyen az fegyveres, ugye én a, elsősorban a lövészet vonat, I lövészet és a fegyveres, tűzfegyveres lövészet formájába gyakorolom ezt, hiszen a lényeg az különböző formákba átültethető, de mondjuk a kempó, vagy az egyéb keleti harcművészeti formák pedig eredetileg is erről szólnának, de csak abban az esetben, ha a tradicionális mentalitással, vagy egy archaikus hozzáállással van gyakorolva. Tehát nem úgy, hogy az utcán majd lecsapom azt, aki nem tetszik, nyilván most ez nagyon vulgáris megfogalmazás, hanem úgy, hogy valójában magamat kell legyőznöm, magamat kell meghaladnom, pedig abban az értelemben, hogy re archaifikálnom kell, mit jelent ez az, hogy vissza kell, ősivé kell tennem magamat, abban az értelemben, hogy visszavezessem az eredeti állapot, minden küzdelem ezért van. Az ősi eredeti állapot helyreállítása. A ksatriák, a lovagok, a harcosok útján, a tettek mezeén, vagy a szellemi ember számára pedig kontempláció, meditáció, ez két külön út, de a lényege valójában egy irányba mutat. Úgyhogy feltétlenül én azt mondom, hogy van. Többnyire nincs, ahogy gyakorolják, de a lehetőséget magában hordozzák Aha. a harcművészitek is megfelelő hozzáállás kialakítása esetén. Ezt tapasztaltam amúgy én is, amikor mondjuk kimentünk külföldre harcművészeti klubokban, hogy tényleg pillanatok alatt tud az ember barátokat szerezni magának. Mert hogy ott, ahogy gyakoroltuk velük, ugye, hogy egyfajta ugye, maga a harcművészeti szertartásosság is egy közös nyelvet ad és onnantól fogva pedig ö, ténylegesen azt éreztem, hogy majd, hogy nem elmeltek bárhova a világba, ott biztos, hogy fogok, lesznek kapcsolódási pontjaim. Ez az etikai, szociális része, ami szintén mondom, nagyon fontos és nagyon pozitív benne, de az, hogy az illető harcosban, vagy aki gyakorolja ezt a formát, valójában mi zajlik, azt nagyon ne az alaposabb megismerés tárgyává kell tenni, mert ugyanazt lehet teljesen profán módon is gyakorolni, még akár a hatékonysága is lehet. Szóval itt nem az van, hogy na most akkor ilyen titkos erők, és akkor az majd győzni fog, de nem ilyen egyszerű a dolog. Végső soron valójában igen, mert ha a nagymestereket megnézzük, akár a Kiyokushinkai alapítóját, hogy az olyan a mester, de akkor az, vagy, vagy akár a egyéb irányzatok ilyen kulcsalakjait, és az igazán nagyokat, akkor azért azt látjuk, hogy ott nagyon komoly tradicionális tudás is van a hát, és, és mondjuk egy idő után már nem is a forma gyakorlása, mondjuk dan felett, nem a forma gyakorlása, mondjuk mi a hat és a hetedik dan között a különbség? Azon túl, hogy mondjuk több gyakorlatot tud végrehajtani, több ellenséggel tud megküzdeni, tehát ez is egy teljesen materiális felfogás. Ott már egy belső szellemi úton való előrehaladás az, ami igazán lényeges. És hát ez, ezeknél a mestereknél ez teljesen egyértelműen látható, hogy, ez a lényege. És aztán az megjelenik abban a külső gyakorlati tudásban, ami aztán hatékonyságot is eredményez egy idő. Nem feltétlenül leinte, de egy idő után az a nagy áttörési lehetőség a profánokhoz és a pusztán fizikai erőből dolgozókkal szemben. Hogyha egy analógiát húzunk, ezt egy picit hamarabb akartam megkérdezni, de mondjuk a ha Jézusnak rengeteg csoda tette volt, gyógyításokhoz köthető, de ezek olyan szürreálisnak tűnnek, körülbelül annyira, mint ahogy a japánok kicsit szürreálisnak, szürreálisát tették olyamának a mondjuk a bikák elleni legyőzését, amire ugye szintén, és ugye ez nem régen történt ez most, hogy arra se nagyon van bizonyíték. A, ezt már az emberek a mesélések során nagyítják fel, mert attól, tehát hogy Jézusnak a megjelenése és munkássága attól semmit nem veszít, hogy, hogyha ezek a csodatettek nincsenek meg. Ez nagyon fontos gondolat, de attól függően. Nagyon fontos, de ettől függetlenül én nem gondolom, hogy ezek felnagyítások lennének. Hm. Tehát ez a materiális és, és, és pusztán racionalitás és, a, és az evilági tudomány száraz logikáján felnövekedett ember számára tűnnek teljesen felfoghatatlannak és irreálisnak és hihetetlennek. A keleti és tradíciós világ még ma is számos olyan elemet tartalmaz, amit, hogyha lát az ember, akkor elkezdi, elkezdi megérezni azt, hogy ezek egyáltalán nem olyasmik, amik teljesen lehetetlen, hogy bekövetkezzenek. Ugye azt mondom, hogy csodák azok konkrétan igazak, ezt nagyon fontos tartani, konkrétan is úgy, ahogy van igazak. Tehát mondjuk lázár feltámasztása, aki már ugye szaga volt, olyan szinten. Tehát, hogyha most gondoljuk bele, hogy ha Jézus Isten, ez a tanítás, akkor Isten számára minden lehetséges, és mindennek az ellenkezője ebbe se. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy a tradíciós mentalitás szempontjából ebben semmi megkérdőjelezendő, vagy megkérdőjelezhető nincs. Ez pont azt mutatja, hogy ha nem tudom ezt elhinni, mert ugye helyből ezt képtelen a mai ember elhinni, hogy mutatja azt, hogy mennyi korrektifikálandó, tehát helyreállítandó dolog van a mentalitásomban, mert ezt nem tudom elhinni, akkor velem ott bizonyos problémák vannak. Uh -huh. Ez egy jel, úgy is felfoghatjuk. Én láttam nagyon érdekes dolgokat keleten, pont olyat, amire azt mondom, hogy ez nem értetlen, tehát hogy, a, hogy azt mondanák rá, hogy ez racionálisan és a tények és a bizonyítékok szintjén ez teljesen elképzelhetetlen. azt tudom azt, hogy van egy más, egy kapu, ami egészen más világok is megnyílna de a szolidifikálódott, tehát megszilárdult, azt jelenti, hogy megszilárdult, és csak a materialitásban élő ember számára ezek, tudom, hogy ezek felfoghatatlanok és hihetetlenek. Tehát ezek a csodatettek, amúgy, amit mi csodatetteknek hívunk, ez fordítható úgy, hogy egy elképesztően magas szellemi képességekkel bíró embernek a képességei? Is. Tehát uh, ugye a csoda, a tevő képesség az a hindú tradíció, vagy szanszkrit ugye a szithi. Most a Siddhiknek két alapvető formája van, az egyik olyan, hogy csak én látom. Tehát például látom azt, hogy most itt ez az egész terem tűzbe borul, de te nem látod. De a sítiknek egy másik formája, mikor nem csak én látom, hanem képes vagyok másokkal is láttatni ezt. Most ezek a csodák ilyenek. Tehát, hogy valójában, mivel nem külsőként éli meg azt a, külső világot, azt a világot, ami külsőként jelenik meg közönségesen, hanem egyszerűen a tudat, tudat folyamatos ö, ö, alakulásának a következménye, ezért a tudat belső átalakítása a külső világot is képes átalakítani, akár a szokványos módoktól teljesen eltérő módon. Ez valójában a tradicionális tudomány, a varázslás vagy a mágiának a lényege ami azt mondják, hogy a legalacsonyabb rendű tradicionális tudomány, de kétségtelenül létező, valamikor még létező, a nyilván most nyugaton ilyen már nincsen. Sőt, tehát azt mondják, hogy az áltudomány meg nem létezik, de valamikor ez egy létező dolog volt, és ez a konkrét, effektív hatások kiváltására is alkalmas volt. Hát nyilván alacsonyabb szintű dolgokra, nem olyan, hogy a halott feltámasztása. A halott feltámasztása az, az egészen kivételes. Tehát a legmagasabb rendű képességet jelenti. Nem is nagyon tudunk olyat, aki mondjuk Jézuson kívül vagy a legnagyobb keleti szenteken kívül a aki ilyesmi, akivel kapcsolatban ilyesmit feljegyeztek. Azt is mondják egyébként az iszlámban, hogy a természettudományos törvények azok allah szokásai. Tehát így szokta a dolgokat bonyolítani Isten. Hogy mit tudom én elengedek egy tárgyat, akkor az le esni. Ezt ugye tudjuk, megismertük a fizika tanulása közben, csak hogy Isten néha felfüggeszti a szokásait, és máshogy, máshogy csinálja, ezt hívjuk ugye csodának. Nagyon érdekes, én olvas, most olvastam el egy orvosnak a könyvét, aki a meditáció kutatásával foglalkozik, és ő írta azt le, hogy a meditációk révén, ha az Ember az elektromágneses kisugárzását meg tudja változtatni, de nem csak ezt képes megváltoztatni, hanem ugye, ha az elektronra figyelem, figyelem irányul, akkor meg lehet változtatni magának az elektronnak a viselkedését, tehát, hogy majd hogy nem a tudatommal a külső világot képes vagyok befolyásolni. Igen, de itt eredetileg nem erről van szó. Tehát azért nem erről van szó, mert a tudomány, a modern tudomány, amit én szientizmusnak nevezek, teljesen más alapokon áll, mint az úgynevezett tradicionális tudományok. Tehát először is mi az, hogy meditáció, mert ezt is lépten nyomon. A piasztól az egyetemekig mindenütt halljuk ezt a kifejezést, anélkül, hogy bárki bármit tudna erről. Tehát mondjuk egy nagy klasszikus definíciót vegyük a lapja, Patanjali, aki a joga szutrákat írta. Tehát a meditáció az, amikor a szemlélő önmaga szemléletében időz. Most a szemlélő önmaga szemléletében időz. Kicsit úgy várok, hogy ezt így. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor az úgynevezett meditációnak bármilyen tárgya van, tehát egy elektron, vagy, 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 vagy ott bármit lát maga előtt, az minden csak nem meditáció. A meditációk nincsen tárgya. A meditáció arra szól, hogy egy olyan tudatfunkció működés, ahol a tudati tárgyakkal való foglalkozás, tehát hogy mondjuk látom azt a táblát ott előttem, nem látja a monitor, de előttem van egy tábla, bocsánat a kamera, tehát van előttem egy tábla, az ugye az van, hogy én vagyok az alany, van egy akció a nézés, és van egy objektum az, amit nézek. Ez a közönséges tudatfolyamat. folyamat. Most a meditációban ilyen nincs. Pont az a lényeg, hogy ennek a felfüggesztése, hogy azt ott, azzal szüntetem meg létezni, hogy nem engedem, hogy az akció, tehát a látás, az tárgyat találjon magának, hanem a látásomat visszafordítom saját magam, mint látó felé. És amikor az összes tudat funkció vonatkozásában azt meg tudom tenni, hogy az összes érzékszervem az befelé fordul, én felém, mint érzékelő felé, a gondolkozáson visszafordul felé, mint gondolkozó felé, na az valami olyasmi, amit meditációnak lehet nevezni, és amit még úgy fenn is tud tartani az ember egy, nem éppen egy-két másodpercig. Tehát meditáció eredményeiről, meg tárgyairól, meg ilyen sületlenségekről beszélni, az teljesen más, tehát az nem meditáció. Ott valami más folyik, tehát akármének nevezhetjük. Uh -huh. egy... Akkor az egy más tudati gyakorlat? Tehát teljesen más, ott lehet, lehet a létjogosultsága, lehet nem, lehet egyszerű képzelgés, vagy bármi, de az nem meditáció. Az nagyon fontos a meditáció, még egyszer mondom, amikor a szemlélő önmaga szemléletében időz. Ez egy klasszikus és nagyon pozitív definíció. Hát köszönöm szépen, hogy ránk szántad az időt itt az első részbe. Tényleg nagyon-nagyon, azt gondolom, hogy nagyon jól át tudtuk járni. Talán még ki is tudtunk tekinteni egy kicsikét a kereszténységből. Én szeretném, szeretném megköszönni, hogy ténylegesen tudáshoz juttatám csak engem, hanem ugye a nézőket is, és remélem folytatjuk majd a az iszlámmal, ami neked a szakterületed. Hát részben, igen. Részben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.